Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6:13, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, hello Feri, hello Jani. Sziasztok. Hello. Jó reggelt. Hello mindenkinek, hello, hello, hello. Hát nem mondom, hogy... Nem, hát aki pihen hétvégén, az ugye ilyenkor hétfő reggel nehezebben rúg bele a labdába. Bizony egy picit. Ne arra ugyatok, hogy berántottam ezt a jó kis Király Viktor szemben. Szeretem, egyszerűen szeretem. Úgy éreztem, hogy meg kell hallgatnom még, és ellöktem fel itt a pulttól, rácsaptam a kezére egy tévonazóval, és azt mondtam, hogy nem, most pedig ezt meg fogjuk hallgatni, és meghallgattuk. És így is lett. Ennyi, de ez jó van. Is. Jó. Jó, én hétfő reggel kifejezetten kérem, hát, így negyed hétvégén egy Fire. Szívem szerint én még egyszer meghallgatom. Szívem szerint fél hétig tudnám ezt a Fire-t hallgatni, ha valami. Sőt, talán tízig is. Hosszított verzióban lenne ez a Fire, akkor az egészen sokáig lehetne hallani. Na. Be tudom loopolni, hogy közben menjen. Be tudom loopolni. Ne, inkább Feri, hogyha tudsz szerezni két fogpiszkálat, amivel a szemeimet felpeckelem. Bulisztatok este? Fú, nagyon jó. Nagy bulisztunk. Volt. Nagyon jó bulisztunk. Én este 11 óra tájban még a bezárt Mekinél a drive részen álltam az ablaknál, hogy sült krumplit vegyek magamnak. De gyalog mentél be. És, tessék? De gyalog mentél be a... Ott álltam gyalog. Ott álltam gyalog a kis ablaknál, bekopogtam, jött az emberke, és akkor megkérdeztem, egy kicsit bátortanom, mert még soha nem volt velem ilyen, hogy ott gyalog álltam volna. És kérdeztem, hogy így te autó nélkül is kiszolgáltam? És akkor mondta, hogy persze, persze, semmi gond nincsen, és nagyon, az egész nagyon szürreális volt, mert megérkezett mellém Ötvös Lórán, az Ötvös Cirkusznak az egyik nagyszerű tagja, akivel egyébként mi találkoztunk már lent az egyik kitelepülésünkön, ő hozta a kis oroszlánokat, hogyha emlékeztek annak idején. Így van, van, és most ott felállították a Campinál a cirkuszukat. Igen. Ott áll a cirkusz, igen. És szerintem senki nem csodálkozna rajta, hogyha ezt az egészet úgy mesélném el, mint egy nagyon fura álmot. De egyébként nem volt az. Ott ő is gyalog jött? Ő is gyalog jött. Hát, ő is gyalog jött. Érted? Megjelent Ötvös Lóránt, és már eleve ugye a neve is azért ilyen, tehát hogy olyan kis aranyos helyes, és akkor ott elbeszélgetünk egymással, ugye a cirkuszosoknak a sorsáról, a kereskedelmi televíziós rádiósok sorsáról, meg arról, hogy milyen jó itt ez a fajta krumpli, amit mi itt veszünk, és hogy ez a tejfölös mártogató sem utolsó, érted? És aztán így elköszöntük egymástól, én még visszamentem a parkolóba, tücsörögtem egy kicsit, amíg megérkezett az autó. Mindez éjjel 11-kor. Igen, érdekes este volt, hát ott már tényleg nem tudtam eldönteni, hogy most ébren vagyok-e, vagy álmodom. De a krumpli jó volt? Az jó. Este 11-kor meg nagyon jól tud jönni ez a krumpli. Jó is az, igen. Sajnos. Hát ez a rock and roll. Sajnos néha. Mi újság van, mit csináltál? Csak tőle tudom kérdezni, mert mi egész hétvégén együtt voltunk, úgyhogy... Így van. Én a családommal voltam. Családod? De jó neked, Istenem, milyen az, jó? Nagyon jó. Nagyon jó, majd mesélek róla, hogy milyen a gyerekeiddel partizni 3 napon keresztül. Kérlek szépen, hát az érdekes a sztoriban, hogy te már voltál ott, amit én javasoltam neked, de én akkor még nem voltam ott, amikor javasoltam, de aztán te kimentél és javasoltad nekem, hogy menjek ki. A Family Park? Az, ott kezdtünk. Hát gyakorlatilag olyan hétvégénk volt, ami szerintem gyerek álom hétvége kategóriába tartozik. Ausztria volt a cél, hogy nézzük meg az én anyukám ott volt annak idején, hát a festői 1960, kapaszkodj meg, 66-ban volt ott, akkor már közel 10 év házasság után apám elvitte. Jó Isten. 10 év házasság, mert ugye ők az 50-es évek közepén házasodtak, akkor nem nagyon lehetett menni külföldre, már legalábbis nyugatra, és akkor a fater kitalálta, hogy elviszi apámat Nászútra. Hát egy 10 évvel később ez a családi legendáriumban már úgy szerepel, anyám szerint, hogy ő maga kényszerítette ki azt, hogy egyáltalán menjenek, és hogy ők Bécsben voltak Nászúton, és mondtam Marisnak, hogy akkor most összepakol a család, és elmegyünk Bécsbe, vagy akkor megnézzük, hogy mi változott ott az elmúlt 40 évben. És így indultunk el, de első állomás ez a Familien Park volt, most még itt van, azt hiszem, október végéig, hát óriás. Jó, nem? Hát óriás. Ugye? Hogy szerintem, óriás buli. Szerintem is tökény. Olyan rendben van, pont ez a korosztály, aki odavaló, ez a 3-5-6 éves korig mondjuk, vagy még esetleg 7-ig, de vannak persze nagyobbaknak való játékok, és őrült csikongatás, nagyon jó idő, másnap Bécs, és elkövettem azt a hibát, hogy elmentünk a Práterba. Még oda is? Ahogy Isten. Vidéken mondják, én sose voltam még. Bécset már úgy egyszer-kétszer megnéztem, mint én így adventi időszakban kivittem a békát, és menjünk ki a Práterbe. Hát gyerekek,
Amit annak idején mondtam a, a mi kis vidámparkunkról, volt egy csatánk, ugye te az azonnali bontás mellett voltál, én pedig az értékek megőrzése mellett, azt ma már csak félig tudom tartani. Mondtam én. Félig tudom tartani. Mondtam én, gyerekek. Te olyat még nem láttál, de én se. Meg aki még nem, nem járt arra. A mi városligetünknél kb. Szerintem ötször nagyobb terület van, és ebből a 3/5, tehát a volt vidámparkunknak a 10-szerese van tele mindennel. De nem úgy, mint a mi vidámparkunk, hogy itt sétálgat szabadon, hanem egyikből a másikba. Azt a révületet, amit a 8. Dodge-emnél is tud érezni az ember 3 éves fia, azt te nem hiszed el. És mondtam, hogy Somi, már 3-on ültünk. Szerintem hagyjuk, mert van még mit nézni, de nem, apa, ezt feltétlenül ki kell próbáljunk, hiszen ez piros. Mondom, értem. Milyen különbség? Igen, értem, hogy keresel egy érvrendszert magadnak, drága gyerekem, mert hogy az előző az kék volt, az előző meg sárga, hogy most ez piros, de hidd el ugyanazt, ugye nem baj, föl kell ülni, úgyhogy a kiértünk ilyen 11 dél körül, mert lusták voltunk, meg sokat gyalogoltunk, mire kiértünk, este 8-ig. Olyos sűrű hétvégétek volt. Hát én már csak ilyen, én éjszaka csak ilyen polipokkal, meg űrkilövő állomásokkal álmodtam egész éjszaka, a gyerekek viszont imádták, és ugye a Práterben az a helyzet, amin szintén vitatkoztunk, hogy mi a jobb, hogy ott nincs belépőjegy, amire föl akarsz ülni, tehát ha te 5 euróval mész ki, akkor fölülsz 3 dologra. Igen, ott igen. Az nem egy állandó belépős, igen. Hanem nincs, igen. Ott mész körbe, aztán annyit fizetsz, amennyit eszközre felszállsz. Hát igen, amennyi lóvét. Amennyire én emlékszem rá, mert egyébként 20 évvel ezelőtt voltam. Igen. Ó, de jó. Na hát. Na, akkor is már elég súlyos volt a kontraszt, hát elképzelem, hogy most milyen. Most még inkább súlyos, főleg annak tükrében, hogy nekünk már nincs vidámparkunk. Ja, hát nekik pedig még van. Úgyhogy bámulatos, hát én magam azt hiszem, hogy a tegnap esti pelenka cseréteket elirigyeltem, volt egy-két olyan játék, amit nem bírtam, a legszebb az ez volt, jó beteg van. Az nagyobb beteg volt, az volt olyan játék, amire hát szerintem így 5 éves kortól simán föl lehet szállni, úgyhogy nem ijedsz meg. Apa fogta a fia kezét, egy ilyen szellemvasút, lézerhálóval meg minden, marha jól nézett ki, hát én sikongattam, a gyerek mondta, hogy apa nyugi, ez csak nem igazi. Azt hiszem ez volt a dolog, én féltem, ott... ő nem. Tényleg? Nagyon jó volt. Jó, ez egy jó programok ezek szerintem. Óriási. Kicsit így kimozdulni, aki megteheti. Hát meg jó volt megnézni. Igen. Aki megteheti, igen. Hát nyilván pénzbe került, tehát hogy nem olcsó. Igen, de hát igen, azért 4 gyerekkel, gondold el, kimész azért így Bécs oda vissza, egy laza 600 majdnem, ja. 250. Tehát egy tank benzin, így plusz van, ugye a 4-2 gyerek mire mindenre fölül, sajnos igen, azért ezek már drágábbak, de hát muszáj menni, ha az ember megteheti, azért ezek jó programok. Én úgy érdemes csinálni még, hogyha az ember tényleg elmegy, és akkor mit tudom én, megszáll Sopronban, vagy megszáll valamelyik városunkban, ugye a határszélen, és akkor átruccan. Mert úgy már szerintem jobb. Tehát, hogyha mondjuk egy hétvégére mész ki, és úgy tervezed, van egy hosszú hétvégén, és akkor tudod választani mondjuk azt a régiót magadnak, amit tudom egy Kőszegből is nyugodtan még át lehet ugálni. Vagy hát, hogy mit tudom, egy Győrre, vagy Mosonmagyaróvár, bármi. Igen, közel van, tehát azért olcsóban meg lehet. Parkolás? Mi van egyszerű benne? Volt. Hát jó, tudod, hogy jó, nyilván hát jó, Ausztria jó. Más. Igen, más kevés Skoda 120 el van. Aha, az, ugye jó. Az volt, azt hiszem. Láttad vezetni, Jani? Jól vezet, nem? Az ember. Haladok. Ki volt, amit azt ott összetörtént? Az a rendezőnek a kocsia volt. A rendezőnek egy Honda HR-je, CR-je. Én nem is értettem, hogy miért áll oda, de tényleg nem. Mert azt mondta, jó lesz az ott. Nem, azt érezte, hogy ez egy poén. Azt érezte, hogy egy picit túlzás azért van abban, hogy nem tudok vezetni, de nem volt. Igen, az neki is poén volt. Ja. Felvétel előtt dicsértem meg, közvetlenül. Mert ugye mi is ezt a márkát preferáljuk, és akkor így mondtam neki, Balú, ez jó, ez elégedettek vagytok, fél körbe vezetett, megmutatta, hogy hát, fia, csomag tartanak a tetején, hogy kiveszed, fia, csak megfordítom. Kempingasztal! Öcsém! Király, mi? És ott dicsértük az autót. Mennyire rendben van. Igen, mennyi. Nagyon. Mondta, hogy semmiféle kár nincs benne. Figyelj, két autóval arrébb állok meg, az elég, nem? Mondom, nem. De, hogy nem. Úgy, hogy egyesen neki. Jó, másképp egy ilyen Skodit vezetni, szóval ahhoz ezért kell láb. Csúszik a kuplung, már nagyon sok gáz kell, lassan kell engedni a kuplungot. Tehát, hogy eleve nem veszi a sebességet, tehát eleve azért az egy nagyobb teljesítmény elindulni vele, tehát az kell némi rutin. Nem volt rossz, nem de volt hát rossz, ettől függetlenül azt mondtuk, hogy nem tud vezetni. Hát én mondtam, de azt hitték tényleg, hogy ez a jó van, persze, majd megcsináljuk a show-t, és eljátszunk egy kicsit, de tényleg nem. Persze. Igen, persze, az egy Hondát nem törünk össze azért. Tehát, azt nem, tehát, hogy jó, tehát, hogy sok
pénz nincs, de azért akad, de hogy annyira azért mégsem, hogy, hogy vadonatúj autókat, hanem illetve nagy jó állapotú lévő autókat törögessünk így össze, csak azért, hogy mi meg a kedves nézők jól mulassanak. Saját biztosításra csinálták meg, vagy ti fizetitek? Mi? A produkció költsége? Hát vagy a produkció költsége, vagy csak így a sárvédő jött egy kicsit le, meg ott az az ilyen... Igen. Hát nem lehet azt mondani, hogy 5 millió forint az autónál, vagy de bármennyinél, nem lehet ezt mondani, hogy csak a sárvédő jött le. Nem, szerintem haza tudott menni vele. Nagy baj nem történt, haza tudott menni az autóval. Meg letört az a spritzni. Ugye, ami kijön a fényszóra. Igen, a fényszóra mosó. Igen, az egy picit letört, azt mondtam neki, hogy majd bontóból szerzek neki. Ah, egy jó, egy 5 kilóban megállok. Így van, meg úgy is érted, mondtam neki, hogy figyelj, ne legyen fele más, vedd le a másikat is. Vagy neki megyek arról is. Figyelj, de a Skodának semmi baja nem lehet. Persze, abban még anyagul. Semmi. Iszonyú vicces volt az autó egyébként. Tehát, hogy beülsz, Skoda 120 GLS. Nagyon vicces volt. Tehát nekem a legjobban tényleg azt tetszett, hogy megnéztem a beömlőket, a légbeömlőket, hát, ugye, hiszen Skoda légkondiát mondhatni, egy kiúsztad, és beoldogva a két Wunderbaum. Hogy jöjjön az illat? Hogy jöjjön az illat is. Nem csak a motorszag. Óriási. Vettük. Megvette a gyártás. Megvettük. 50 ezer forintért vettük a kocsit, azt hiszem. Picit durva. Vagy 40 ezer valahogy. Eredetileg úgy gondoltuk, hogy majd, amikor majd mondjuk, akkor hogy nekem lesz, akkor majd annak kölcsön szívesen. Nem. Nem adtak. Nem akarták. Ők viszont tudták, hogy vezetsz. Figyelj. Igen, a rendezővel ellentétben. De hogy azt a sok döbbent arcot, amit én nagyon sajnáltam, hogy az anyagban nem került bele az, amikor a stábtagok rohannak, mert hogy gyakorlatilag mindenkinek a kocsia az ilyen a csapatba tartozó embereké volt, és hogy rohannak is állnak el az autókkal közvetlenül ezután, az nem volt benne sajnos. Akkor mentünk el, így kanyarodtunk ki a telepről, ami egy teljesen lezárt egyébként a forgalomtól teljes mértékben elkülönített hely volt, ez hangsúlyozzuk, tehát nem volt senki életveszélyben. Amikor mentünk el, én még hátra néztem, és azt láttam, hogy áll a szerencsétlen Radics az autóján, és csóválja a fejét, hogy ez neki már... Igen, úgy hagytuk ott. Igen, úgy hagytuk ott, hogy így csóvált a fejét, és állt az autóján, hogy nem, hogy azért oké, hogy érti, hogy show business, de nem. Az volt az utolsó kép. Igen, ezt már nehéz voltunk megmagyarázni. Köszi, szevasztok, mi elmentünk az én autón, visszisztünk, és így állt a rendező kocsijára. Ez most miért kell? Ez ne volt benne a pakliban. Szóltatok, hogy ez neked nem megy. Nagyon mókás volt. Igen. Na jó, van, hogy állunk játékkal? Elég jól még, hiszen ez az első nap a héten. Szerintem... Hogy végeztük a múlt hetet? Eddig biztató. 3-2-re hoztuk? Aha. Behúztuk, szépen? De előző hét az 5-0 lett, tehát ott egy ilyen fényességes nagy győzelem. A múlt hét az szépen meglett, és akkor majd most meglátjuk. Most még 0-0. Van külön ajándékunk ezen a héten is, ugye minden egyes játékosnak, aki vagy hármasugrás, vagy a Óven bácsi belunéni, vagy a fekete. Mit van még? Mit lehet vele csinálni? Most visszaugrunk a nyomtatóra. És fölhúzzuk péntekre. Imádják, és meg is értem őket tökéletesen, mert nagyon jó kis berendezésről van szó. Úgyhogy örülök neki, hogy tovább. Hiszen a héten van egy szünnapunk, az igaz? Egy szerda. Hát, komolyan? Miért nem tudott az csütörtökre esni, hogy 4 napos ünnepünk legyen? Bízom benne, hogy ez nem fog elmaradni. Ez a szűnna. Ha legalábbis rádió szempontból nem. Biztos nem, tévé szempontjából igen. Nem fog, de rádió szempontból. Mindenképpen ünnepelnék otthon alvással. Szerda elmarad, és akkor hát igen, ha csütörtök lenne, akkor pénteken nem jönnék, de én megoldom, mert én se csütörtök, se pénteken nem jövök. Tehát Feri, te vagy a legnagyobb egyébként. Így kell. Figyeljetek, ott van a két gyerek után, tudod mennyi Szabi van meg az én koromban? Persze. Én nem moroghatok, mert én szeptemberben elmentem egy hetet, úgyhogy menjél. Próbáltad behozni a Csabit. Hát őt nem lehet. Jó, nem lehet. Fényévekkel van előttünk. Fíj, múlt hét egy csütörtök jön oda hozzám. Figyelj, nagy baj. Mondom, mi van, Csabi? Hát, hogy van még 15 napom. Nem hiszem el. Nekünk is lenne. Egyszerűen technikailag nem tudjuk kivenni. Tehát, hogy... Hát nekünk nem baj, hogy drága hallgatóinkat nem hagyjuk itt. Tessék? Nekünk 20 van fejenként még legalább. Nekem talán egy kicsit kevesebb, de ilyen 15 biztos. Azt gondoljátok, hogy ez még 3 hét lenne. Ez 3 hét lenne decemberig, ami azt jelenti, hogy a komplett novembert nem dolgoznánk. De nem vagyunk, nem hagyjuk itt. Nem hagyjuk. Mi lenne az országgal? Na nézzünk egy-két reggeli SMS-t, akik már ilyen korán reggel ébrednek, sőt, mi több grafománok egy picit, hogy mit írnak. Van, akinek van a szülinapja már, mint a fiának nagyon is szeretné játszani. Borbé Csilla vagyok. Nagyon tetszett a műsor, főleg, mint Jani kisbaba. Igen. Igen. Balázs elfelejtette bekenni a popsidat esti kenőccsel. Nem csípte ki semmi, kérdezi Macika. Viszont behintő poroszta jó alaposan. Igen. Hogy figyelj csak, azt szerettem volna, nem akartam így adásba, de ha már te, hogy te azt élvezted, így 2-3-szor nyaltál bele a
köldökébe. Tényleg rohadt volt. Azon látszott, hogy te azt szeretnél. Figyelj, én szívem szerint 11 óra után csinálnék műsort, és csak jelenetek lennének benne. Tehát már annyi kód, meg annyi szép, meg annyi X-faktor után, én már csak, nekem csak ez a vonal. Csak a szürreál, csak a rohadékos kereszt, csak az aljas kereszt, és az őszinte nevetés 11-től éjfélig egy óra élőben, csak a masszív öröm. És ráadásul tök csikis volt. Iszonyatosan csikis vagyok, 4 óránként mondtam el neki, értem meg, de tényleg már térden csúsz, vagy a lábát markolász, vagy térdét. Érted, hogy létszik, ne csiklandoz, ne, mert nem bírom. Tehát, hogy megőrülök tőle, és ő meg lubickol benne. Tehát, hogy imádja. Igen. Boát felrakta volna, hogy azt. Azt mondja, nagyon sokan jelentkeznek játékra, ez rendben is van így. Agyonverlek benneteket, lenyomlak benneteket, csak hívjatok vissza, kérdezi valaki, vagy írja. És van egy baleset, hát ez még 3-4-6-kor jött, lehet, hogy egyébként már nincsen. Az M1-es Pest felé vezető oldalán a 117-es kilométernél valami történt, alakul a dugó, ezt Pilu küldte nekünk kicsivel, 3-4-6 után lehet, hogy azóta ez már megoldódott. Na jó van. Okay. Fire. Tessék, egy jó fire. Egyébként ez egy jó Király Viktor dal szerintem. Jó, nem? Jó, nagyon jó. Én remélem, ugyanis ezt a lazasságot, ezt a feelingességet átmenti majd így a jövőre nézve is, tehát, hogy lesznek még ilyen számok tőle. Mert az nagyon jó siker. Én amikor először meghallottam, komolyan mondom, azt gondoltam, hogy na, itt van, kérem szépen, itt van valami külföldi előadó, akiről még soha nem hallottam, és hogy mennyire rendben van, ez tiszta Amerika. Tényleg, tehát, hogy nagyon rendben van. Ügyes fiú. Lehet jelentkezni játékra, nyomtatóért megy a harc, aki bekerül 10 előtt még nyerhet egy ajándékot. Jó, úgyhogy tessék nyugodtan jelentkezni, mi pedig jövünk a hírek után, pontosan 6:30 van. Ez itt a Morning Show. 3:47, múlt 3 perce, jó reggelt, kívánunk mindenkinek, hello Jani, hello. Sziasztok, jó reggelt. Hello drága hallgatók, itt vagyunk. Ennek a számnak mi a címe, kérdezi valaki, hát ilyet nem szoktunk, de most bemondjuk, ez a Train, ugye? Ez a Drive-by, ez volt. Az. De egyébként szerintem ez a classfm.hu-n megnézhető. Ugye éppen mi szólt, gondolom ez a szolgáltatásunk, ezt van ott, meg tudjátok nézni. És ha már holnap, a morningshow.hu vadonatúj, van rajta egy csomó játék, és 50 000 forintos készpénzt lehet nyerni úgy, hogyha valaki lefotózza a párját, és benevez a fotótanfolyamra, a fotópályázatra, méghozzá reggeli ébredés, reggeli arc, az első pillantások reggel címmel, ugye? Vagy magadat, vagy a párodat kell lefotózni, elküldeni, feltölteni az oldalunkra. Már vannak pályamunkák, egészen zseniálisak. Megdöbbentően sok van. Amióta beszéltünk róla egy picit adásban, azóta meg sokszorozódott a feltöltött képeknek a mennyisége, és ahogy mondod, elképesztően viccesek vannak benne. Nekem a kedvencem az az úriember, aki, hát remélem, hogy nagyon nem fájt nekem, amikor begyűjtött egy irgalmatlan nagy moncsival látható, ugye, hogy mellett az egyik orluka még be van vattázva. És ő ezt bátran felvállalta, minden tiszteletem és megbecsülésem az övé. És hogy mi történhetett vele, hogy reggelre így ébred, ugye? Azért érted. Mert ha ez esti fotó, akkor oké. Okay. Mert ha még lefekvés előtt nem nézett ki így, akkor mi történt valójában? Igen, szóval ezeket lehet feltölteni morningshow.hu, de egy csomó játék van rajta, alkalmazás, archívokat vissza tudjátok hallgatni, úgyhogy érdemes elkalandozni a honlapunkra, mert nagyon klassz kis honlap lett. Van egy közlekedésünk, 2 is, Jánosházi körforgalomnál van valami, mindjárt mondom, busz az árokban a 8-as főúton, ez Gábor küldte, nem annyira jó, valamint az M7-es 58-as kilométer környékén nagy baleset, 2 autó a leállóban, 1 a belső sávban, pályazár lehet, ez Bundi küldte nekünk, M7-es 58-as kilométerénél. Na, hát ennyit erről egyelőre. Mi pedig megnézzük már is ki a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Halló, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Hello, Reni. Sziasztok, jó reggel. Szia, honnan hívsz minket? Szerencsről telefonálok. Szerencs. Na, jól tehát a hétvégén, minden oké? Okay? Jó, szuper volt. Mit csináltál? Hát, itthon pihengettem. De jó neked. Gyógytornász vagy, azt olvasom? Igen. De jó, nagyon szép hivatás. Az egy jó dolog, igen. Igen, nagyon szeretem is. Sokat gondolkoztál, hogy kivel játszál, Reni? Egyértelmű volt.
A tegnapi adás után, hogy kivel fogok játszani. Ugye? Hagyjál. Igen. Hát az áldozattal? Az áldozattal? Aki tegnap áldozat volt? Ezt a teniszes dolgot sajnálom, hogy nem találtuk el. Ez jó lett volna még. Azért de ott... szuper volt a műsorunk. Drága vagy, nagyon köszönjük. Szépen köszönjük. Egyébként azt el kell mindenképpen mondanunk, hogy előtte egy 3-4-szer lelőtte a fejembe. Beütöttem, és a műsorban nem tudtam megcsinálni. Leütöttem a fejéről. Tényleg. Tényleg, sajnálom, hogy a műsorban nem jött ki, leütöttem a fejéről. Egy nagy tapasztalat, legközelebb venni fogjuk a próbát is. Tehát, hogy olyanokat csinált már, hogy elképesztő a végén már nem a palackra koncentrált, hanem a fejemre. Na, én ezt akartam mondani, nekem viszont azt hiányzott. Hatalmas rohadék volt egyébként, mert össze elkezdett tenyereseket küldeni, akkor ott simán leszetted. Na jó, de akkor nézzük meg a szervát is, mert az mégiscsak az igazi, abban van subunk. Hát ott összecsináltam magam egyrészt, ezért kellett tisztába tenni. És erre meg nem találtalak el, és a szikora se basszus. A szikora, aki tényleg 6 éves kora óta tolja. Igen. Hát az izgalom miatt talán. Na jó van, oké, tehát akkor legyen Jani, Reni? Egyértelmű, Jani. Jó. Indítjuk az órát akkor, és mehet is a dolog. Jó? 3, 2, 1, tessék. Ja, Jani. Szia, a parancsot szeretnék kérdezni? Szeretnék. Én a tegnapi vezetésedre céloztam, ami nagyon tetszett nekem. Neked van jogsi? A nevet is, képzeld el. Van, igen. Köszönjük szépen. Ó, de jó, pedig ezt végighallgattam volna. Én is kíváncsi. Reni. Mi lesz? Hát Reni, van jogsim. Igen, megszereztem. Igen. Szép volt, Jani! Hát, köszönöm szépen. Gratulálok. Na, de mit szeretnél volna kérdezni konkrétan? Tényleg ilyen béna vagy. Igen. Röviden is tömenek, igen. Azt hiszem, hogy rájátszottál tegnap. De ne. Az a durva, hogy nem, ott ültem mellette, nem? Mindenki így állt hozzá, hogy te, hogy Jani, de most ugye, de te egy kicsit tudsz vezetni, nem. De ugye tudsz, nem tudok, álljatok el azokkal a rohadt autókkal, mindent összetörek. Reni, vagy jogsi? De a pedálokat már megígyezted. Azt nagyon. De hogy tetszett a kis pánik reakcióm? Tudod, nagyon szuper volt. Pedálokról el a lábat, kezet el a kormányról, féket benyom. Szúszágot megtalítom. Mindent eleget fék. Igen. Vigyelj, Reni, neked van jogsid? Van. Igen. Ugye nem egyszerű egyébként, akinek van jogsid, nem tudja, hogy az egy ilyen Skoda félig leégett kuplungos, nehezen sebességet bevevő sztorit, azért a csúsztatott kuplunggal kell indítani, nagyobb gázzal, tehát önmagam kipróbáltam, nem könnyű. Reni, sajnálom, mert jó játék lett volna, de most akkor így nincs ajándékcsomag, ne haragudj. Jó, szép napot neked. Hello, Reni, köszi. Az M7-esen sokan kérdezik, igen, hogy oké, hogy az 58-as környéken baleset van és pályázár ez, de hogy írjátok már meg, ha tudjátok, hogy melyik oldalon történt a baleset. Jó, ezt többen kérdezik, tényleg fontos, hogy egy autó a belsősában, kettő a reálóban, friss dolog, ezt még Bundi küldte, csak hogy merre, Fehérvár fele, vagy Budapest felé, merre van a... Merre van a baleset. És a Jánosházi körforgalomnál is van, még egy, ez pedig a 8-as főúton van, ahol egy busz az árukban történt. Megjött Nagykanizsa felé. Aha. Nagykanizsa felé a külső sávban, úgyhogy ott kell figyelni. Jó? 5 perc, pontosan 7 óra, jönnek újra a hírek, aztán jövünk vissza mi is. 7 óra, 8 perce, hello mindenkinek, jó reggelt. Hello Jani, hello Feri. Hello drága hallgatók, itt vagyunk egy újabb hét, ami csak 4 napos, ha valaki esetleg nem tudná, október 23. Az most szerdán, ugye? Október 23, Petőfi Kossuth ünneplünk, nem? Oh, jó, úgy, az abszolút, persze, hát nagy nemzeti ünnep, nem? Sok minden történt 48-ban, úgyhogy muszáj egy nap szünetet tartanunk. Ez jó! Egyetlen egy nap, ami rosszra esett, az a szerda. Ha kedd 4 nap, ha csütörtök 4 nap, ha péntek 3 nap, ha hétfő 3 nap. Pont a szerda az, amilyen véleményes. Illetve a hétvégén már azt benézed. Nem? Na, hát ahhoz képest már inkább szerda. Csak mondom, hogy úgy azért lehetett volna csütörtök. Én azért csütörtök pénteken is ünnepelnék. Már hogy? Emlékeznék. Hát otthon. Fia, az a baj, a Feri lecsapott erre. Igen. Nagyon velem. Úgyis nagyon jó érzéke van az ünnepek. Gyere velem, úgyis régi álma, hogy egyedül megcsinál 2 napot. Egyet egyszer szívesen. Tényleg. Azt nagyon szívesen. Azt nagyon bírnám. De csak egyet, utána már hiányoznátok. Képzeljétek, de egy napot nagyon lenyomnék. Hallgatók, reggel 7-kor indulnátok egy jó camp trail-lel. 7-kor jönne egy jó UFO sztori. 8-tól megkapnátok a hárpot. 8-kor a hárp.
9-kor pedig egy levezető összefoglaló Vágó István. Jön a Vágó István, még fél tíztől még David Icke, aki azért nagy kedvencem. Így van. Egy amerikai pali, azon előadásokból szemezgetnék, hogy mit gondol David Icke az Obama adminisztrációról, meg a Holdról, meg a földön kívüliekről, meg egyáltalán. Nagyon jó, nagyon nagy kupon. Ja, szerintem. Közben egy ilyen 3-4-kor egy kanadai védelmi miniszter. Így. Körülbelül ez, körülbelül ez lenne. Nem, tudod, mi lenne egyedül lenni? Igen, csámcsokás. Igen, banánt eszem éppen. Nem, csak beszélgetnék. Tehát azt mondom a hallgatóknak, hogy telefonáljanak, és azt kérdeznek, amit akarnak. És bedumáljunk. És 3 órán keresztül. Ha jót kérdez, hosszan, ha röviden, gyorsan jöjjön a következő, és csak arról, hogy bármi tabu nélkül, aki adásban van, az megkérdezhet. Imádnám. Hallgassuk otthonról ezt csütörtökön. Nem akarsz csütörtökön lebetegedni? Én szerintem tök jó lenne. Tök jó lenne. Szerintem mások is hallgatnák. A Feri csapatja a Csabai Kolbász Fesztiválon, te egy kicsit lazítasz. Egy napot csak. Egyet, mert utána már nem, hát az út sokáig nem jó. De egy ilyen szép lassan beszélgetünk. Ja, engem már elbeszéltél, én már. Na, megvan, kész. Nem mert csütörtök reggel SMS-t írni, hogy Bali lebetegedte. Ne provokálj. Bali lebetegedte, én nem tudok jönni. Én erre nekem nem kéne több. Figyelj, lehet, hogy... Jaj, de szúr itt lent. Jaj, de nagyon... Csörtök, ki kell vizsgáltatni magamat. Jaj, de nagyon kezd fájni, igen? Na, nézzük a közlekedési híreinket, hogy mik vannak. A felborult busz a Jánosházi bekötő úton hagyta el az utat. Nem mind zavarja a 8-as út forgalmát. Gábor, vegyen szemüveget, írja Fa Bandita. Vagy csak Bandita. Az M7-esen nincs pályazár, senki ne ijedjen meg, lehet haladni. Csak elfoglalnak egy sávot, de jól lehet haladni az 58-as kilométerén Nagykanizsa felé. 10-es most már lépésben halad. Persze, mert beüzemelték a lámpát, ami ki volt kapcsolva, addig megoldották az ürömélyek, és jól lehetett haladni. 4-es úton Szolnoknál a hidat javítják, ezért félsáv lezárva, egy kilométeres a torlódás, utisofőr írja nekünk, valamint M7-es Agárdi felhajtó Balaton felé, Mondeo és egy Maruti koccolt, Mondeo a bal sáv, Maruti a jobb. Ezt Zoli küldte nekünk. Köszönjük szépen. Mi van ezzel az óra átállítással? Már rettegektől előre jön. Közeledik? Lesz, nem marad el. Nem marad el még most mindig? Most hétvége, nem? Vagy jövő hét? Nem, most. Most. 25. Ez nem. Ez szerintem most van, 25, nem? 26, 27, igen, vasárnap, 27-e. Én aláírom ezt az óra átállítás elleni nyilatkozatot. Nem szálltok be? Nem írjuk alá? De nem, van hát, petíció? Van, igen, van ez az óraátállítás.hu, ott már 33 000 aláírták körülbelül. Még talán, ha nem forgatnánk a hétvégén, akkor most még így aláírnám beled, de most kifejezetten örülök neki. Na most egy órával többet hát, tudtok aludni. Egyet többet tudunk azért aludni. De egyetlen egy napig, de egyetlen egy napig alszol többet. Egyetlen egy napért ennyi macerát átélni, ez egy bődületes baromság. Bődületes baromság. Hát másnap már nem alszol többet. Ugyanannyit alszol. Igen. Ez mindig ugye lefekvés függvénye. Tehát csak... mindig 11-kor szoktál lefeküdni, akkor ott elérsz 3 óráig, visszaugrasz 2-re, ott azt újra alszod, azt a plusz 1 órát. De már másnap ezt nem fogod megcsinálni. Igen. Amennyiben 1 millió tiltakozót elérnek, azt írják, hivatalos levélben kommunikálják a Magyarország illetékes minisztériumok felé a kezdeményezés támogatottságát és az óraátállítás kérdésének fontosságát. Hmm. És az 1 millió még picit arrébb van, megnézem, 32.695 fő. Mondjuk 98, ha benne vagyunk mind a hárman. Igen, akkor már 98. Egy e-mail címet kell, egy irányítószám, település utca elszám, és egy nevet kell megadni, és tiltakozni. Na nézzük meg, jó? Tessék, hát mennyire megy ez most fel az adás végéig? Mennyire tudjuk ezt megtolni? 32.695, jelen pillanatban így állunk. Óraátállítás.hu. Aki gyűlöli, utálja, szereti, hát aki szereti, az ne, írja alá. És nézzük meg, hogy föl tudjuk-e 40-45 000-re tolni. Kicsit lendítsük meg nekik a bizniszt. Hm? Még akkor se 1 millió jelzem van 40 000. Remélem nem valami agyon bannerelt, valami nagyon durván eladott honlap, ami most iszonyatosan megdobjuk. Hát eddig nem, de most már szervezik. Igen, van igen, egy banner van rajta. Igen, de úgy most löksz rajta, mit remélem, 1000, 2000, 5000, 10000, 20000, 30000, még akkor se vagyunk beljebb. Illetve vagy beljebb. Igen. A nem, és az 1 millió az még mindig nagyon kevés. Balázs 48, Kossuth Petőfi, te jó ég, miket beszélsz? 56, október 23-a rémlik, hogy még mindig itt tartunk, hogy nem értik az emberek. Nem lapozni. Menjünk tovább. De komolyan mondom, hát nem volt áthallásos. Röhögnöm kéne mindig, ha valamit, hogy... Értitek, nem azt kell hozzá mondani, érted? Azt kéne, hogy Kossuth Petőfi, október 23-a, érted? Hogy? Tehát, hogy így hagyjuk is, nem? Menjünk tovább.
Ne essünk már mindenhol áldozatul ennek a dolognak. De tényleg, szörnyű ez a fajta értetlenség vagy humortalanság. Varázskövekkel próbál Clint Eastwood emlékétől megszabadulni, volt felesége. Ez egy nagyon helyes kis történet. Hova teszi őket? Mármit, a varázsköveket? Így. Azt nem tudom. Az a varázsgolyók, az más. A nő több száz dollárt hagyott egy boltban, ahol egy olyan varázskövet vásárolt, amik állítólag kiűzik az exe szellemét, ugyanis úgy érezte a 83 éves férje, negatív energiákat hagyott a lakásban. Aha. Hm. Ha. 83 éves az Eastwood. Bizony. Tényleg rendezhetne még egy-két jó filmet, úgy szeretem a rendezéseit egyébként. Hát én színésznek sem utolsó. De rendezőnek jobban szeretem, mint színésznek. Én mind a kettő már, annak idején a Spaghetti Westernjét is imádtam, tehát a Jó Irakszős a Csúf, ez olyan szinten alap, meg az egy maréknyi dollárért meg még sorolhatnám. Zseniális, egyszerűen zseniális a csávó. Hát aztán ott volt bocsánat, a nincs bocsánat. Az nekem nem tetszett. Úristen, hányszor néztem meg, imádom azt a filmet. Fú, de utáltam. Imádom. Olyan vagyok, mint a Forma 1, mindig elaludtam rajta. Egyszer nem tudtam végig. Hihetetlen azt jó. Azt a nyüglődést, azt a szenvedést. Hát ez fáradt volt. De azt a vonatottságot. De megfogtad a lényegét az egésznek, mert hogy az egy anti-western. Tehát hogy az nem egy pisztolypárbajos, nem egy csípú is, nem egy ilyen, hogy hívják, egy ilyen John Wayne típusú, ilyen lövöldözős, és akkor jön a jó cowboy, és akkor legyőzi a rossz cowboyokat, és hú, de nagy ez a film. És hát a rendezései. Kérem szépen, az a csáó az egyszerűen semmi. Igen. Úgyhogy tökéletesen igazad van, rendezze még ilyen sokáig, és érezze jól magát az új barátnőjének, vagy cicában, az ügy bonyolult, mert hogy is van ez, azt mondja, Daily Mail szerint a színész most azzal a nővel jár, aki volt felesége, aktuális pasiának volt a neje. Fussunk neki még egyszer a gondolatot. Ezt bogozzuk, hogy kivel jár most Clint Eastwood? Azzal a nővel jár, aki volt felesége, aktuális pasiának a neje. Tehát ez egy párcserés támadás. Tehát én vagyok valakivel. Összejövök egy másik nővel, és annak a nőnek az exe, vagy az akkori palia jön össze az én exemmel, vagyis az én feleségemmel. Tehát lehet, ezek elmentek négyen egy csapatépítő hétvégére. Aha. Hogy fogalmazunk, hogy fogalmazunk 4-8-as kompatibilitással. Igen, elmentek hárman vagy négyen egy csapatépítő tréningre, és rájöttek, igen, hogy úristen, rossz ember mellett éltem eddig, mert hogy én azt a palit akarom, aki ül ugye, egy másik nő mellett. Aki itt ül egy másik nő mellett. Mire a nő azt mondta, ránézett a palijára, ránézett az Eastwoodra, és azt mondta, hogy nem te kell ez, nekem az Eastwood kell, mm-hmm, és este már ebben a leosztásban mentek el hálni. Hát értem, azért ez ritka, hogy itt ilyen párcsere, ez nagyon ritkán történik így. De javítsatok ki, hogyha tévedek, én úgy gondolom, hogy az ilyen négyes történeteknek pont az a lényeg, hogy amíg megtörténik ez a kis négyes kis időtöltés, akkor ugye nem a saját pároddal vagy, hanem a másikkal. Igen. Ugye? Jól értelmezem. Abszolút jó, hogy senki nem menjen fel erre az oldalra, jó? Mert többen megkaptuk, ez egy hirdetéses oldal, igen. Jó. Kapjátok be. Hát miért? Akkor jó volt az ötlet. Egyébként szeretem, akik csinálják, ismerem őket személyesen is. Tehát az ötlet jó, de nem, így nem csak nekik reklámot. Jó? Majdnem benyaltuk, de résen voltunk. Na, szóval, hogy mit mondtál, hogy... Tehát, hogy ezzel nem lehet csodálkozni, mert hogy ugye ezeknek hogy hívják őket, ti jobban otthon vagytok ebben a témában, hisz rutinosok vagytok, hogy ez a szégep. Hogy ott ugye az a lényeg, hogy elmész, és akkor egy másik férfi, illetve egy másik nővel vagy együtt, de mivel ott van a párod, egy kicsit így legitimizálva van az egész, tehát ugye nem megcsalás, mert hogy mindannyian rábólintottatok, illetve csak ketten általában, jó esetben. Ha a harmadik is rábólint, akkor... De most mire? Hogy legyen párcsere? Így van, tehát hogy azért nem lepődünk meg, nagyon elmentek, szimpatikusak voltak egymásnak, aztán kiderült, hogy még szimpatikusabb, mint gondolják. De gondold el, amikor mondjuk ezek így négyen együtt voltak, ugye ez egy érdekes helyzet. Leültek. És előbb-utóbb így elkezdett a dolog kémiája úgy alakulni, ha mondjuk ez így történt, hogy ők mondjuk összejártak, persze nem feltétlen kellett összejárniuk, hogy az egyik már többet beszélget a másikkal, a másik már többet beszélget az egyikkel, és már rájössz, hogy többet vagy a másik nővel, mint a saját feleségeddel. Illetve a feleséged is már többet van a palival, mint veled, és egész egyszerűen átalakul, nem? Így van, kimegy anyuba a szendvicset kenni a konyhába, és ez csak azt érzed, hogy menned kell. Menned, ott kell lenni vele. És pedig nem a te asszonyod. Ha? Kimész segítget, aztán ott összeérnek a kezek, együtt csukjátok be a mosogatógép ajtaját. Együtt fejezitek a majonézes burgonyát. Bizony. Miközben már bent is zajlanak a nagy dolgok, igen. Aztán bementek, és akkor ilyet a szkandál. Igen, de hogy milyen egy ilyen későbbi találkozás? Tehát az milyen fura, amikor a te párodat látod, a te párod oldalán. Az exedet. Az exedet látod a te párod oldalán. Azért az egy nagy csavar, nem? És gondold, együtt vagy valakivel. Van neked egy barátod, ő is együtt van valakivel, és megtörténik a csere. Nem?
Hát ott nincs titok nagyon. Ott mindenki tud mindent. Hát bizony. Ugye? Hát ott olyan nagy titkok nincs. Ott mindenki és tud mindent a másikról, mert mindenki volt szinte, mindenki, még a két pali, meg a két nő együtt nem, de mindenki volt mindenkivel. És mondtad, hogy Jézusom, te ezzel a nővel élsz. Hát, ez írod elviselni? Vagy amikor tudsz neki szólni, hogy majd miért nem fog működni, mert hogy nálatok miért hát nem működött. Igen. Egyébként, amíg a dologhoz hozzátartozik az is, hogy Clint Eastwood ex-e azért biztosra megy, tehát hogy lecserélte Clintet. Nyilván iszonyú fájdalmas volt a búcsú, és most nagyon keménynek így vigasztalodni az új pasi mellett, aki valószínűleg fiatalabb is, mint Clint, de azért igényt tart a fele vagyorra. Ja, tehát, Clint, hogy azért persze a irgalmatlan nagy lóvéről van szó, tehát jól emlékszem, azért több százmilliós vagyonról van szó, annak a felére azért ő még ettől függetlenül igényt tart. Tehát, hogy nem éri be azzal, hogy jött ez a kis vérfrissítés az ő életében, hanem még egy pici dellát is leakasztam. Az más azért, a szerelem a pénz, hát, meg ja, pénz. Van, hát most azt együtt kezdődik, ne keverjük, nem? Így van. Ugye ott is nyilván úgy működik, hogy a közös háztartásban élők által megszerzett vagyon, az ketté oszli. Hát, hogy most ezt a Clint szereztem, ő meg nem, hát most senkinek semmi köze hozzá. Ha? De 83 és a Clint még lelépett egy másik nővel, vagy már korábban elvált? Azért a 83 évesen még lelépsz egy nővel, azért az rock and roll. Más, nem? Az ott pár azért arra vágyik az ember, hogy úgy kicsit megöregedje, nem? Szépen lassan a kis párocskáddal még úgy ellegyetek, amennyi hátra van. De még 82-83 évesen még beújítani egy nőt, az figyelj, nincs képerül az új nőről? Ott mások a tabletták is szerintem. Ott mások kék tabletta is. Ez olyan, mint a, érted, megveszed itt Magyarországon ugyanazt a magyarokrémet, amit mondjuk Németország, vagy Ausztriában beújítasz, összehasonlítod a két tízt, azért elég markáns különbség van a kettő között. Tudom, most az utóbbi időben többször is ráfutottunk erre a dologra, azóta nem is veszük például a milyenket. Szóval lehet, hogy náluk is így van. Az ő kék tabletájuk egy picit fickosabbá teszi az embert, mint a milyenk. És hát, még 60 éves korában bevett egyet. Ja, igen, és azóta hat. Starta hatása. Hát ez egy érdekes élethelyzet. De vagány minden esetre. Igen. És most a felesége köveket vásárol, azért ő se százas teljesen, hogy a Clint Eastwood által hagyott energetikai lenyomatokat kiűzze a lakásból. Amikor ugye nem tudod elfelejteni az exedet. Nem? Tehát lehet itt mondani mindenfélét, hogy persze ott hagyta a rossz energiákat, meg mindent, de valószínűleg ő az emlékétől próbál szabadulni. Most azt nem tudjuk, hogy ki hagyott ott kit. Tehát most csak a Clint Eastwood és feleségét, régi feleségét nézzük, hogy anyu lépett először az új hapsihoz, vagy a Clint Eastwood az új nőhöz. Eastwood az új nőhöz. Aha, akkor ezért van a rossz energia. Na nézem én ezt az új csaj, gyerekek, megvan. Cserélnél? Te is? Már hogy Eastwood helyében nem. Hát, azon, hogy látom kéne a feleségét. Látom kéne a feleségét. Nem? Helyes. Tehát aki helyes jött a új, most, hogy ez a szerintem ez az új csaj egyébként, egy fekete, igen, ez az új barátnője, egy fekete, nagyon bögyös, ilyen 40-es nőt sikerült beújítani. De ez itt húdon se látszik egyébként, hogy 83 éves, tehát baromi jól néz ki. De hogy helyes, kifejezetten helyes nő. A feleségét nem látom. Hát írd be, hogy régi. Old wife. Igen, azt nem tudom, mennyivel fiatalabb csajt vettem. Igen, 30 évvel fiatalabb a nő. Na. Vagy 35 évvel fiatalabb. Bizony. Úgyhogy hát egyelőre még ezeknek a követnek a segítsége kell ahhoz, hogy kitakarítsa az emlékét Clintnek, illetve hát nem Clintnek, hanem nyilván a bankszámla kivonatoknak. Nem, az, ha megjön a pénz, akkor már kitakarítottad az emléket. Ha az asszony lép le, akkor is kap pénzt. Tehát mondjuk ilyen nagy válásoknál, mint a Clint Eastwood, mint a felesége úgy dönt, hogy ő elmegy, akkor is vál? Hát, vagy csak ha Clint Eastwood mondjuk félrelép, akkor? Nyilván, ami van a házassági szerződésben, nem? Hát igen, igen. Ugye nem tudjuk a mama mivel foglalkozott, a régebbi. Tehát valószínűleg... Clint-tel. Hát igen, de hogy valószínűleg Clint Eastwood szedte össze a lóvé nagy részét. Na most, ha a mama megy el, akkor szerintem nincs jogalapja se semmire. Hát szerintem nem biztos, hogy így van, mert hogy ő mégiscsak gyerekeket szült közül meg nevel. Tehát, hogy azért szerintem az amerikai törvények azok valószínűleg olyanok, hogy védik azért a házastársnak az érdekeit. Igen. Ő a régi? Igen. Azt néztem én az újnak, erről beszéltem. Ja, nem. Ő a régi? Ja, nem, ő. Tök helyes nő egy másik kettő. Van. Ők a gyerekek. Ja. Na, és a másik kettő nekem az ő telefonszámon kell, de nem, mert ők ütetik felé. Ja, akkor nem. Ez az ex-től való szabadulás, ez sokszor okoz problémát, nem? Nem tudom, hogy kinek jobban, a nőnek vagy férfinek, de hogy azért ezt láttam én már így az életemben, hogy nagyon sokan megszenvedik ezt a dolgot, nem? Ez az ex-től való megszabadulás, hogy először bosszút akarok állni, majd zavar, hogy boldog, majd zavar, hogy valaki mással van, és
ameddig zavar, addig ugye az azt jelenti, hogy nem léptem rajta túl. Nem? Vissza akarom szerezni. Vissza akarom szerezni. Olyan állomás is. Meg akarom ölni, gyűlölöm látni, hogy valaki mással boldog. Ez egy nagy feladat azért ez az ex-től való megszabadulás. Főleg a kapcsolatnak úgy lett vége, hogy valamelyik fél meg ragaszkodik, nem? És utána még mit próbálsz meg? Ezek ilyen varázskövek, meg ilyenek, meg hisznek? Hát szerintem nyilván ezek így nem biztos, hogy működnek. Miért? Hát ha van pénzcsináló medál 3500 ér, láttam most megint valami hirdetést. De és akkor így megrendeled a Louis-tól, a tisztánlátótól? Igen, fölrakod a pénzcsináló medált. Józsitól a fényevőtől. Igen. Icától az aura tisztítótól. Így van, ahogy hívják. Marikától a lélekdonortól. Igen. Mória bányáiban kovácsolták ezt az amulettet, amit fel kell raknod egyébként a párod homlokár alvás közben. Én nem tudom, én sose voltam ez a nagy ex-tudsz elpakoló például. Tehát szerintem ezt a csajok sokkal durvább magad csinálják. Magad után se tudsz elpakolni, nem olyan ex-tudsz. Ez is igaz, egy bögrét nem rakok el magam után, de hogy raknám már le a cuccaimat. De hogy valahogy ezek így nem zavartak igazából. A csajok azok, akik ha szakítanak, na akkor vége, nem? Tehát lepakolnak, elpakolnak, nem, fotókat őket semmisítenek, meg ajándékokat küldenek vissza. Ugye? Ők ezek a legnagyobb, na akkor itt van, rohadjál meg a gyűrűjeiddel, meg a karkötőiddel, meg a fülbevalóiddel, hogy dafkeneke, engem nem tudsz megvenni ezt. Ezt például nem értem. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha fennmarad a hangsúly, még bármi lehet a mondat vége. Nem kell lezárni semmit végig. De ezt például miért csinálják a csajok? Hát mert nem akarja azokat a dolgokat látni, amik hozzád kötnek. Ennyi. Az összes tárgyi emléket vissza akarja küldeni, ki akarja dobni, mert az neki fáj. De én értem, de hogy például egy nő szakít egy parival. Elpakolja az ékszereket, elpakolja, mit tudom én, az ajándékokat, a kis plüssmacis emlék, de hogy kidobni miért kell, tehát úgy megszabadulni tőle, hát nem attól fogsz megszabadulni, hogy az exed összes tudszát elégeted a szoba persze, közepén egy ilyen nagy karmikus tűzzel. Itt a rohadt mackod, a kocsit viszont megtart. De nem ezt csinálják a nők? Azt nem lehet csak úgy utána hajítani. Nem ezt csinálják a nők? Egy ilyen állandó összepakolás, takarítás, visszaküldés, mindig ez van. Most azt a fehér nemű szettet, amit tőled kapott, és együtt hancúroztatok benne, hát azt nem veheti föl egy másik hapsihoz. Mi az, hogy miért? Most én kaptam valamelyik, mit tudom, egy volt barátom, egy pulóvert. Mi szakítottunk, én nem küldtem vissza a pulóvert, de nem azért, mert pulóverér így vagyok. Most azért miért küldjem? Mert dobjam ki? Azért, ha ő rúgott volna ki téged. Engem is rúgtak ki. De ez a pulóveres lány, ha téged rúg ki, akkor visszaküldöd. Lányok, hát védjetek már meg. De nem ér miért küldenéd vissza? Nem érti. Együtt voltatok 6 évet. Te kaptál egy csomó mindent. Ajándékoztatok egymásnak. Vége a kapcsolatok, akkor összepakolom a cuccokat, beteszem egy nagy szemetezsákba, és visszaküldöm. Hát ez vagy mi? Sos értettem azokat a nőket, akik visszaküldték a cuccaikat. Nem, nekem is volt egy pár ilyen, aki visszaküldte. Nem értettem, hogy most ezzel mit akar? Te rúgtad ki őt, nem akar. Volt olyan, akit én rúgtam ki. Most tételezzük fel azt, hogy te rúgtad ki. Igen? Érted? Nem akar azok között, a tárgyak között élni. Nem akarja akkor, még akkor vigye le a pinyóba, adjod a valakinek. Tudod, mi van nekem ebbe a visszaküldöm? Hát most érezd, hogy kirúgtál, most tudd meg, hogy ez nekem fáj, és tudd meg, hogy a cuccait se kellene. És mindent visszaküldök, és nem fogadok tőled el semmit. Én is nő vagyok. Nem taposhatsz le. Ebben ez van. De tudd is meg, hát tönkretettél egy életet ott abban a pillanatban, aztán nyilván kiheveri, és lesz neki új barátja, de te akkor egy gyilkos vagy. Te megöltél egy lelket, nem érted? Én sose küldtem vissza. Ez olyan béna ez hát a visszaküldés. Két napot rajtad van az ormányos tanga is, amit tőlem kaptál. Pedig már mikor megcsaltál a újra bepelenkáznak. Szóval, hogy ezt én meg nem tudom. Mert mit tudom én, kapsz tőle valamit? Megcsal a pasi. Nézzük ezt az oldalt. Megcsal. Akkor ugye azt mondod, hogy dögölj meg, össze-vissza, beleveszed az órát, ékszed, visszaküldöd neki, itt van, nyeld le, edd meg, nem tudom. De ha csak simán szakítotok, nem történik semmi, és visszaküldöd a cuccokat, akkor vagy... miért kellene? Ezt én nem értem. Ez számomra rejtély, hogy ezt a nők miért csinálják. Értem, hogy a saját lakásukat eltakarítják, ezt értem. Aha. Hát, hogy szenvedj te is egy kicsit, hogy lásd, hogy az a dolog, amit neki már nem fontos. Érted, van benne egy ilyen is, nem kötődik a tárgyaidhoz sem, és nem tart igényt alamizsnára. Tehát ő nem akar megtartani egy gyémánt gyűrűt, de egy alamizsnát. Én újra és újra felkorbácsolnám vele az érzelmeimet. Rohadt gyémánt gyűrűt is tőled kaptam, és ezt a kocsit, ez a kecó, mert... Na fiá, egy gyémánt gyűrűt visszaküldeni, az tökös, nem? Soha nem vettem senkinek gyémánt gyűrűt. Talán ezért nem volt mit visszaküldeni. Küldték vissza. Az tökösség. Azt szerintem az
Na de akkor is stílusosan kell, tehát ha nem csalt meg, csak elhagyott, akkor nem kell visszaküldeni. Ha megcsalt, vagy olyat csinált, nem? De igen, ha nem jó. Csúnya volt a szakítás, hanem szép. A palik is visszaküldik, ilyen. Szerintetek? Van olyan pali, aki becsomagolja a plüsmackót, meg a pulóvert, meg a nem tudom mit, a síbakancsot, vagy meg a közös fotókat is visszaküldi? Na, az nagyon gyermek. Nem küldenék vissza semmit. Jó, hát nem is csodálkozom. Jó, mondjuk amiket én kaptam eddig, érted, és az, sok szép ajándék, egy katonai molinó, Bundeswehr használt, tudod, tehát, de soha nem adnám vissza, mert arra kényelmes. Ne. Én azt se értem, hogy, csajok miért mérgesek akkor, ha te az exed ruháját hordod. Én nekem ez is felfoghatatlan. Hogy kaptál egy pulóvert az előző barátnőttől. Összejössz a mostani barátnőddel. Ezt nem tapasztaltátok? Ha? És idegesíti, hogy az a pulóver van rajtad, amit te 3 évvel ezelőtt egy exettől kaptál. Miért is? Hát de miért? Miért is? Hát mit miért is? Tehát ezt most komolyan kérdezed? Azt sem tudom, tegnap mit vett föl, hogy én ezt megkülönböztessem, hogy ezt 3 éve kitől kapta. De hát az régi emlék, az a te régi emléked, a régi kedvesettől kapott az ő bődébe. Azért ne hordjam azt a pulóvert? Igen. Hát nem. Érted? Ne hord. Az a nő, aki féltékeny arra, hogy te az exet pulóverében vagy, azt nem szabad elvenni, attól el kell menekülni. Az beteg. Az a zöld szörny. Az beteg. Azzal nagyon sok baj lesz. Aki leveteti veled a pulóvert, kitől van ez a pulóver, kicsim? Hát hogy kitől? Hát nem tudom. Nem az exettől kaptad te? De igen, lehet, hogy ő vette karácsonyt. Azonnal vedd le, de hát -3 fok van. De van neked másik pulóvered. Ott el kell menekülni. Azt kell mondani, hogy értem, drágám, persze, na jó, és ahogy tudsz elmenekülni. Ha nem a tiéd a lakás ott hagyni, ha tiéd, akkor a csajt kitenni. De hát neked is, hogy nem kapaszkodsz a múltban, nem kapaszkodsz egy jó, de nem az exetbe bújtál vele, hanem egy pulóver. Hát de majd nem ugyanaz. Gyerekek, kövezzetek meg. Én nem szúrnám ki, ha Viki egyszer fölvenne egy olyan, nem tudom, bugyit, vagy bármit. De nem vesz föl, kapott, mert hogy szeret. Rajtam az úgy átmenne, mint egy jó tökfőzelék. Érted? Hát... Kiszúrnád, ha Móni fölvenne egy olyat? Mondjuk, hát a te esetedben azért nehéz, mert 10x-é vagytok együtt. Tehát, persze, hogy... már azok már lefoszlottak volna, érted? Nagyon óvatosan kellett volna hordani. Az ahhoz, a századfordulón volt divat, igen. Már megint mik ezek a rongyok rajtad? Már megint felvetted az exektől kapott bugyidat? Nem. Te kiszúrnád, őszintén Feri, kiszúrnád? Te kiszúrnád, hogy lenne egy olyan a békán, amit valamelyik exétől kapott 8 évvel ezelőtt? Biztos, hogy nem. Ezt a pasik nem veszik észre, nem? Dehogy nem. Másként veszi fel. Hello, ezt a vaníliás ízű lehető bugyit nem is tőlem kaptad. Ez nem úgy van, hogy nekem van egy pulóverem, azt én is egész nap szagolgatom, és hozzábújok, és simogatom magam, mert az exemtől van. Tehát, hogy ez nem így belebújsz, a pasik 80%-a nem is tudja, hogy honnan van az a pulóver. De összeér a testeddel. Mivel? Ki melyik? Pulóver. Az ilyen nőtől el kell menekülni. Mondom ezt a férfitársaknak. Aki rituálisan elégeti az összes exettől kapott cuccot, az egész biztos. Mert már azt lezárta. Lezárta, már csak te vagy neki. És azt akarja, hogy ő neki, vagy te neked is csak ő legyen. A mostnak akar élni, nem a múltnak. Igen, valaki azt írja, hülye vagyok én, hogy egy Xbox 360-at visszaküldjek? Hát hogy visszaküld. Jogos, eszedbe ne jusson. Jó, azt nem, azt mondjuk én sem. Semmiféleképpen nem szabad. Nem szabad visszaküldeni. Mondjuk azért van itt egy másik szeletésének a dolognak, mégpedig az, amikor a másik kéri vissza azt, amit már egyszer neked adott. Tehát, jó, hogy, az komoly. Hát figyeljetek, hogy azért annál pitián erre nincs. Tehát annál nyomorultabbat én nem tudok elképzelni. Hogy ne haragudj, akkor adjál vissza mindent, amit tőlem kaptam, mert miért? Ennél nyomorultabbat, amikor egy pasi vesz mondjuk egy autót, vesz egy pulóvert, vesz egy drága órát, vesz egy farmert, de vesz csak egy parfümöt, vagy vesz mit, és visszakéri. Tehát ez a férfiak egyik legszégyenteljesebb dolga, amit csinálnak, nem? Ugyanis miről szól a dolog? Te azt már használni valószínűleg nem tudod, most nyilván nem egy hát. Autóról van szó, parfümről van. Mit akarsz csinálni? Pitiáner önző módon bosszút állni, hogy az a tárgy, amit ő megszeretett, használt és szeretett, az nála ne legyen és ne legyen neki jó. Ezt én hányszor hallom? És egy fél üveg parfümöt. Így van. Visszakérik, vagy adod az órát, vagy adod a fülbevalót, vagy adod a gyűrűt, küld vissza. Hát csak ennyi van a kokosál ebből? Akkor csinálj vissza! Inkább a vécére fújjon el, mint rá. Fizest ki a másik felét. Szörnyen pitjálni. Na, nagyon sok exes SMS jön. Jó, a legnagyobb exes eltüntetések, a legnagyobb exes visszakérések. Kivel hogy próbált kitolni az exe? Mit vitt el, mit lopott vissza? Van, aki egyébként azt írja, hogy félig üres parfümös üveget visszalopott az exe. Nő volt, várjál, nő volt. Azt írja, Tomi, nem gond, büdös volt. A nő visszalopta tőle, mert szakítottak egy fél üveg parfümöt. Várjuk az SMS-eket, ebben a témában 0-6-7-6-45-0-0-0-0. Jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show.
3:48 lesz pontosan egy perc múlva. Hello mindenkinek, jó reggelt. Ugye Clint Eastwoodról beszélgettünk, hogy Clint Eastwood exte próbál megszabadulni Clint Eastwood szellemétől, és mindenféle köveket gyűjtött a lakásba, hogy hát, hogy hát ha így sikerül rossz energiákat eltüntetni. És arról beszélgettünk még itt a hírek előtt, hogy miért van az, hogy a nők visszaküldik az ex-től kapott dolgokat, rituálisan elégetik, nem hagyják, hogyha te most jelenleg együtt vagy valakivel, akkor az ex-et cuccait hord. És a palik is miért tudnak annyira pitiánerek lenni, hogy egy órát, egy fülbevalót, egy ékszert, egy kocsit, vagy bármit, amit te valamikor ajándék címszó alatt vettél a párodnak, amit a büdös életben nem lehet többet visszakérni, mégis annyira pitik, hogy csak azért, hogy a csajnak ne legyen jó és ne hordhassa, hogy ne tudjon benne más pasi előtt villogni, visszakérik. Na, visszakérés vagy kifizetetik. Hát az a legalja. Az a legalja. És nem akarom megszakítani a témának a további boldszolgatását, de ide tartozik nyilván egy jó kis szóvic, hogyan kérje a Clint Eastwood feleség a férjétől az ablak pucolót, add ide a Clint Eastwood. Ugye vagy, hát ezt előtt, az vasárnapra kell. Vasárnap már megvagyunk két perccel megint. Mindenképpen beszéltem volna dobni egy ilyet, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy Sas József új show-val jelentkezik, és ezzel gyakorlatilag búcsúzik a pályafutásától. A címe Ludas Mutyi. Komolyan. Megmaplítom a hétvégén, rögtön rá gondoltam. Jó. Na most már érted. Most már felzárkozik ugye a klasszikusok mellé. Én azt hittem az Ádám és Eva, meg a Sas azért, és után nincs, de akkor van. Ludas Mutyi. Na nézzük egy-két SMS, mit írnak a hallgatóink. Balázs, a jelenlegi párodat lehet azért zavarja, hogy az exed ruháit veszed fel, mert lehet, hogy hülyén nézel ki szoknyába, meg tobban. Bárha te úgy érzed jól magad, üdv Mr. B. Én kiraktam az exet 2 hónap múlva, az osztrák barátnőivel üzent, hogy az utolsó 2 havi telefonszámlát dobjam be a postaládájába. 13 000 forintot. Úgy, hogy közben ingyen lakott nálam a gyermekével. Szánalmas. Kiderült aztán, hogy a volt férjét is meglopta 4 millióval. Az exem, amikor elköltözött, elvitt 5 darab komplett szörföt, úgyhogy csak egyet kapott tőlem azért, hogy megtanuljon szörfözni. Ez pedig a igazdi. De ez sem sikerült neki. Vajon mit kezd most a cuccokkal, hogy az árát költse gyógyszerre? Egy ismerősöm az exe kertjében ültetett tulipánhagymákat ásta ki, mert azt ő vette a saját pénzéből, és ő ültette, írja egy hallgató. Drága holland tulipán, hát nem hagyodott. Ja, a ragyárban. Az én exem rituálisan elégette a tollkabátomat a kertben. Azóta mindig eszembe jut, ha fázom, írja egy hallgató. Az exem mosógépet, házi mozirendszert, laptopot és az összes családi albumot lenyúlta. Nem bántam meg, a lényeg, hogy megszabadultam tőle. Na de ilyenkor mit csinálsz a családi albummal? Például levagdosod a fotókról az exednek a képét? Hát valószínűleg. Többit meg megtartod? Ez is egy ilyen rituális eltűzelés lehetett? Ferének igaza van, egyszerűen egy szakítás után nem jó látni az extra emlékeztető dolgokat, mert sokkal nehezebb tovább lépni. És ha már eltüntetem, inkább kidobom, mert úgysem fogom használni, nem akarom látni a tőle kapott dolgokat soha többé. Akkor minek tartogassam? Írja egy hallgató. Na, tessék. Plusz azt azért még tegyük hozzá, hogy szerintem a lányok részéről egy ilyen nagyon nagy lelki kielégülés az, hogy visszadobod a cuccot. Tudod? Tehát, hogy bizony, tehát én vagyok a lány, te a fiú, elhagytál engem, én visszaküldöm a cuccokat, ezzel jelzem azt, hogy nekem te nem vagy fontos, menjél, pont nem értek el, hogy elhagytál. Holott nyilvánvalóan beledöblik. Szerintem pont az ellenkezője, tehát, hogy ha te visszaküldöd a cuccot, azzal te még sebet akarsz okozni, azzal te még valamit fel akarsz hívni a figyelmére, azzal te még jelelni akarsz, az még egy ilyen végső, ilyen itt a cuccod, vigyed, abban mindig van egy plusz üzenet tartalom szerintem. Hát azért tehát, hogy ha téged kirakott, rendben van, szakítotok, a cucc visszaküldés az még kicsit egy ilyen segélyhívás számomra. Érted? Ez a nagyon teátrálisan bedobozolja, visszaküldi a cuccot, még nem akar téged elengedni, szerintem. Hát persze, nem? Ezt mondom én igen, is, hogy belül igen. Beledöglik abba, hogy őt elhagyták, hogy te elmentél, de azt próbálom megmutatni, hogy nem fontos nekünk. Hogy nem fontos, úgy, igen. Hogy lányok, ne küldjétek vissza, égessétek el. Vagy küldjétek el nekünk, hát vagy találunk benne valami hordhatót. Igen, itt Üllői út 102, hát megnézzük, átválogatjuk, biztos van valami jó. Adok, kapok, rovat a morningshow.hu. Dani nagyon-nagyon-nagyon jól látja a dolgot, a cuccokat el kell adni, ennyi. Igen, én maximális... Micsoda érzelmek? Egyet tudok érteni ezzel a fajta, hogy is legyen csak racionális gondolkodás mondani. Az énekszem, erről már beszéltünk, ugye visszalopta a tőle kapott parfümöt.
a szakításkor az asztalomról. És ez egy csaj volt, szóval azért ez is mennyire piti. Parfümöt. Nem? Hogy egy nő, aki visszalop a paljától egy parfümöt. És mit csinál egy fél üveg férfi parfümmel? Szerintem itt nem is az, hogy mit csinál vele, itt az, hogy akkor rohagy meg, tudod. Tehát akkor nehogy már, akkor érezd, hogy mekkora gané vagy. Igen. De figyelj, hogyha például felújította a fürdőszobádat, akkor levered a csempét. Van olyan esemény. Kivésed a fugát. Van olyan is. Egyébként van. Nem mondd már meg, mi? Kiveszed az új műanyag csöveket, amiket az Eternit helyett. Nem, visszakéred a pénzt. Például közösen felújítottatok egy lakást, te tettél bele ennyi pénzt, vége a bulinak, azt mondod, hogy drágám, ez 450 ezer forint, amivel jössz, annyi csak az anyag. Vidd a francba a mosolatógépedet. Exemnek annó vettem egy nagyon drága parfümöt, azt az illatot, amivel beleszerettem. Nem használtam, míg együtt voltunk, hogy nehogy elfogjon. Az új pasiával állandóan azt fújja magára. Azért ezek szép dolgok, igen, azért ezt kemény végignézni. Az egyik barátom szakított a csajával, visszakérte a csajtól a gyűrőt, az meg visszaadott neki egy zálogcetli. Jó, ez is jó. De szép. Ez nemes bosszú. Igen. Én az exemtől alufelnit kaptam, vissza akarta kérni, én meg nem adtam. Elvitte a kocsi kulcsot, és inkább összetörte a kocsit. Egy levél fogadott, másnap felni nincs, most már kocsi se. Üdv. Azért az ilyen elvetemű csajoktól mentsen meg az élet, nem? Aki bosszúba beül a kocsiba, és nekihajt a kerítésnek. Az egy lehelet választja, hogy rágyújtsa a lakást. Vagy a függönyt, vagy valamit. Igen, tehát, vagy lelocsoljon benzinnel, amíg alszol és meggyújtson. Tehát azért ott az ilyen neurotikus nőknek azért nem nagyon szabad adni ilyen dolgokat a kezükbe. Van ez a típusú nő, férfibe is, de nőbe is. Magadnak a kérdés, hogy hova tettem a szemem. Igen, hogy ki ez az őrült? Igen, hogy én tényleg... Hova tettem a szemem, mert valaki kivájta. Tényleg ezzel a nővel éltem együtt? Igen. Én az exemtől trippert kaptam. Köszönöm neki a két évet. Jó, mint hogyha kettőt kaptál volna egy egyedet, vagy tri. Nincs három ezzel az baj. Egyben. Na jó, köszönjük szépen az SMS-eket, valakivel már is játszunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Na látjátok, ezért nem szponzorálom a feleségem felszínikorozását. Aztán másnap. Azt hogy veszed vissza, ugye? Hogy aztán másnak legyen jó, igen. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok, Ibi vagyok. Hello, Ibolya. Ibi? Ibi. Volt egy általános iskolai tanárom, úgy hívtak, Ibi néni. Én csak Ibi. Mintha nem szeretnéd. Nem. Ugye a hangodban egy kicsit. Ibi, az az Ibolya, akkor Ibolya néni volt valószínűleg. Igen. Ibolya, honnan hívsz minket? Pápáról. Ó. Volt exed, aki kiszúrt veled? Hát ki akart szúrni. Na, mit csinál? Fél évig voltunk együtt, és akkor összevesztünk egy értelemben, másnap eljött a holmiáért, vakolgatott, és akkor úgy beszólt, hogy hát betartozok 50 ezer forinttal. Mondom, milyen 50 ezer forinttal? Hát, na nem adtam. De ők kiszámoltak napközben, hogy eljött, havonta legalább ötször értem a munkahelyemre, oda-vissza, 10 kilométer, fél év alatt, hogy én 50 ezer forinttal tartozok benzinköltség neki. Úristen, de piti. Fél évig voltatok együtt, és visszakért a fél év alatt fennálló benzin pénzt. Igen, és sok bemondta, hogy hát háromszor hazavitt anyámékhoz is. Ne. És mit mondtál erre? Mondtam neki, oké, fizetem, csak várjál rá. Még most is várja. Szóljál neki, hogy számolja át, hogy ne csak a benzint számolja bele, hanem a kopást is. Aztán most 9 forint per kilométer. Igen. Valami ilyen a cégesen. Oké, meg majd felszámolom neki a rántott húsit, jó? Egyébként igen. Ez mennyire piti, de hogy tényleg mennyire piti. Különözgetnétek egymásnak így a papírokat. Mindenkinek így jövök, így eszébe jött. Nem, te nagyon elegánsan viselkedsz szerintem ebben a dologban. Az exet viszont végtelenül piti áll el. Tehát, hogy te nem egy taxissal jártál együtt, úgymond. Ez nagyon én nem kértem, jött értem, szeretett, állítólag. Aztán amikor nem, akkor még visszakérte. Tehát nekem volt bérletem is. Tehát haza tudtam volna menni. Na jó van. Oké, Bi, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni. Figyelj! Órát állítanak. Folytán az effektát. Rosszul állunk. Rosszul állunk effektekkel, igen. Mutatjuk, mit énekelnek. Figyelj, Bi! Na 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 na. Még egyszer. Meg lesz ez szerintem, figyelj. Na 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 na. Magyar, de. Igen, magyar. Jó helyen vagy. Kicsit hosszabbat. Kivettük a bögrét.
na 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 na. Na, hát ha ebből nem lesz meg, akkor megmutatjuk az eredetit, mert akkor nem lesz meg. Nincs meg? Tudnod kell, mérges leszel magadra, figyeld meg. Itt vagy, Ibi? Itt vagyok, és már most mérges vagyok. Mutatjuk az eredetit, ez lett volna. Ákos. Ákos, így van. Persze. Annyira mostanában keresgettem, tehát ilyen megasztáros, meg X-faktoros. Nem, Ákos. Ráadásul őszi turnén van. Ha valaki szereti, akkor érdemes megnézni a honlapját, mert turnézik össze, egy csomó helyen van koncertje. Ibirány, nincs ajándékcsomag, ne haragudj. Köszi, hogy játszottunk, ciao. Sziasztok. Hello, hello. 6 perc, pontosan 8 óra jönnek a hírek, aztán jövünk vissza mi is. 8 óra múlt 9 perce, jó reggelt kívánom minden morning show hallgatónak. Hello Jani, hello Feri. Hello. Sziasztok. Hello drága hallgatók, most jöttem el a kamion mellett, a 44-esen nincs torlódás, ez ebben a pillanatban jött, valamint egyedülálló érdi, 42 éves kamionos, a Karolinával ismerkedett. Nagyon helyes, Karolina, hát oda dobunk, mert hogy... Mindent a hallgatóként. Így is van, meg a kamionos sokat nincs otthon, rá fogsz érni, nyugodt életed lesz. Bár úgy tudom, hogy momentán boldog párkapcsolatban él, de szerintem... Az mindegy. A kamionos? Vagy Karolina? Ennek Karolina lelki, vagy fizikai, vagy mentális állapotáról kevesebbet tudok már, mint hogy családi státuszáról boldog párkapcsolat? Igen. Így van. Igen? Így van. De jó, de hát ha még boldogabb lesz. Na, hát ha még jobb lesz. Ápolt gondozat területről van szó. Ez nem biztos. Itt van vele, láttuk már csodát. Itt van Pál, hello Pál, jó reggel. Jó reggel, sziasztok fiúk. Hello, merre vagy? Most már Pesten vagyok, most már sikerült átvergődnöm magam a Bécsi úton. Na. De azzal kapcsolatban volt a hozzászólásom a dologhoz, hogy Ürömön átvezető 10-es út, ott van egy balra elkanyarodó sáv, ami Szentendre felé megyünk el balra. 10 kilométer ugye ez onnan, és múlt héten ki volt kapcsolva ez a lámpa, és úgy jöttünk Esztergom felül át, így síkon, minthogyha nem is lett volna sehol semmi, el is felejtettük azt, hogy a útközben ott szokott lenni egy kis dugott az angol temetőnél. De most valamelyik úriember úgy döntött, hogy visszakapcsolja ezt a lámpát, mert hogy ne siessük annyira, hiszen a lassú autó nem megy olyan gyorsan, és kevesebb időt tart, tudik ott tartani, ahol van, mert hogy nem kéne, mert már mehetne elfele. Aha. Tehát, hogyha ez az ürömi most... körforgalom helyen, ez ott a balra leágazás, tehát a 10-es út Üröm felé, ez a klasszik, a tűzép telep, ez az igen, 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 ott a osztrák benzinkútnál, ahol van, és akkor balra el lehet menni Szentendre, és lehet tovább menni a Bécs, ez a külső Bécsi út. Aha, igen, és igen. Múlt héten ez ki volt kapcsolva, be is mondtátok többször, hogy lehetett végigjönni simán, én is csak néztem, hogy mi van emberek. Mi történt? Elfogyott az autó? Hova lettünk? Hát most itt az összes autó utáztak, akik elmentek szabadságra, most azok visszajöttek. Erről beszéltünk pont, hogy ki kéne, hogy kapcsolva legyen folyamatosan a lámpa, mert hogy nagyon sokan írták, hogy jól lehet haladni, végre nincs dugó, beértek. Most azért egy kicsit rácsapnék kicsit a kis kezére, hogy miért kapcsoltad vissza, aranyos barátom, olyan szépen tudtunk menni. Igen, de hát ez biztosan neki jó oka. Én már kezdtem büszkelni azokra az emberekre, akik már megnézték a forgalmat, hé, hát nem kell az a lámpa, de hadd menjen a forgalom. Jó, hát azért jó, hogy mondod, hát ha esetleg tényleg, tehát amikor nincs lámpa, akkor az ember amikor látja, hogy van egy autó, az kiengedi, megy tovább, lehet, hogy 5 percig nincs autó, akkor fölösleges megállni, persze, igazad van. Mindenki közlekedik, látja, a másik el akar menni, hagy 10 métert neki, elmegy balra, a szembelövő is látja, hogy jön, és akkor szépen megyünk, tehát lámpa nélkül is volt forgalom, most lámpával egy kicsit lassabb, de legalább áttekinthetőbb. Oké, okay, köszi, hogy elmondtad, Pál. Oké, okay, köszi, ciao, hello. Hello, fiúk. Nem ez az, itt volt. Igen. Lányok, egy új szakma vár most rá. Amióta foglalkoztatok a MÁV vonatok késésével, szinte nincs olyan nap, hogy 5, illetve 50 percet ne késne a reggeli vagy az esti vonatom a Budapest-Cegléd vonalon. Ma is 7-re kimentem az állomásra, és most indul csak, az SMS 7:57-kor jött. Egyébként zónázom ráadásul, megértem a hullik a falevél, mert ősz van, de az embereknek is van munkahelye, ahol ezeket a késéseket valahogy meg kell magyarázni, vagy le kell dolgozni, és nem nézik jó szemmel. Bézsé írta nekünk, a 7-es vonat 7:57-kor jött. Azért az nem. Na, csak egy mondatot akartam mondani az X-faktorról, hogy... ugye mi már ott élőben voltunk, és láttam, hogy valamelyik fiú kiesett. Szerintem nem volt itt túlságosan jó hangú fiú, nem? Tehát annyira nem gár érte, vagy csak így hallottam egyszer énekelni. Nem volt rossz, ugye a Gabinak az egyik mentorátjáról. A Gabinak a mentorátja esett ki, igen. De Gabi milyen jól néz ki ebben nagyon a műsorban. Jó. És nem? Milyen szépen megtanult beszélni. Halálkom. Azt nem tudom, mert azt nem figyelem, mert nem...
mindig le van halkítva. Ja, én nagyon szeretem a Gabit, nagyon régóta ismerem, de egy hebrencs kis csajszi volt eddig. Én nem tudom, mi történt. Olyan jókat mond meg, olyan szívből jövő, tényleg. Hát és dögös, dögös nő. Na. Ezt a haját nagyon jól kitalálták igen. neki. Végre valaki eltalálta igen. azt a karaktert, ami igazán passzol hozzá, és tényleg dögös le. Igen, ezt akartam mondani, hogy, mert hogy a szikora jól néz ki, hát ő úgy hát, jó, persze. Hogy a geszti úgy néz ki, ez egy dolog. Mindig de, dögös volt. De Gabi nagyon helyes lett, tényleg. Tehát, most úgy megcsinálták nőnek, nem? Tehát olyan csajos, jó a haj, baromi jó smink, baromi jól néz ki, hogy olyan szexis, nem? Ez a kis piros kockás nadrág sem volt rossz, de a múlt heti szettet, ha valaki vissza tudja idézni azt a vasárnapestét, hát gyakorlatilag épp, hogy takart szoknya, na az. Az Alföldiből viszont ilyen tanárbácsit csináltam. Igen, kicsit ez a levasalt. Nem bírom őt is egyébként, mert jó tett szerintem ez a fajta vérfrissítés, tehát ezzel nincs baj, csak a Gabiról akartam egy mondatot mondani. Na. Érdekes a téma, amivel foglalkozunk. Egy brit kutatás, amivel nem szoktunk, de közben mégis. Minden második felnőtt szimulált már betegséget a munkahelyén. Ráadásul szerintük ez gyermekkora vezethető vissza, amikor szinte minden gyermek előszeretettel megjátsza ezt az iskolában vagy otthon. A kutatás a szimulálások sikerére nem terjed ki, de az biztos, hogy Nagy-Britániában minden második felnőtt legalább egyszer már hazudott valamilyen betegséget a munkahelyén, csak azért, hogy ne kelljen bemenni. A dolog érdekes, mert szerintem itthon is tele vagyunk, és mindenki, ha körbenéz a munkahelyén, akkor már most tud legalább két nevet mondani, hogy ki a legnagyobb kamugép, ki a legnagyobb szimuláló, ki az, akinek Csabi. A szeme se áll jól, Csabi. És minden héten legalább egyszer nem beteget jelent. Nem ő a top, nem ő a csúcs. A Csabi nem a Szabi király. Ja, Csabi nem az Everest, ő egyébként nagyon őszinte ember, de van itt egyébként más is, akiről mindig az az eszembe, hogy ilyen akutamnéziája van. De én szóltam nektek, de nem szólt a Feri, hogy oda kell menned. De nem, de tényleg de az amnézia, az nem szivázzán. Hát az is egy betegség, nem? Egyébként igen. Szóval, hogy is van ez? Kell szedni, az betegség, ugye? Az amnéziára szoktak kavintont ajánlani, az egy gyógyszer, nem? Tehát akkor betegség. Csak az, hogy ő nem szimulál. Tehát, hogy nem. Szerintem ő mindent tényleg nem. Nem. Szóval, hogy van ez, hogy minden második felnőtt? Ha mondjuk ezt Magyarországra vetítjük, akkor itt is vannak, akik folyamatosan szimulálnak. Egy felnőtt embernek miért van erre szükség? Nem az orvoshoz menve kell szimulálnod, hogy adja ki az igazolást? Vagy felhívod rekett hangon a főnöködet és eljátszod, hogy te mennyire beteg vagy? Semmi hangom nincsen. Ezt igaz, mondjuk jól hozod. Igen. Semmi hangom nincsen. Tomi! Tomi, nem tudok ma bemenni. Hangom lesz. Lexike, nem oda hangol. Lexike, találj már ki valami más. A hangot 20 éve. A hangot 20 éve ilyen. Tessék, őszintén, az elmúlt 3 évben, mióta együtt dolgozunk, az elmúlt 4 évben, volt-e valamikor olyan, tegyétek a szívetekre a kezeteket, amikor nem volt akkora baj, csak jól esett 3-4-6-kor ágyban maradni, jól esett azt az SMS-t elküldeni, kis lelkiismert furdalással ugyan, de forgolódni, de nem volt olyan betegség, mint ahogy azt mondjuk megírtátok, hogy na most azt nem ennyire ki vagyok. És magamtól is kérdezem, az elmúlt 4 évben kinek mennyi? Hát forgolódással sehogy. Tehát nem? Olyan nem volt. Én ha kamuzom, mindig rosszul. Tényleg? Persze, nekem volt ilyen. Nekem volt ilyen. Nem tudtam, hogy be tudnék jönni, de az is benne volt, hogy otthon maradjak. Inkább azt választottam, elküldtem az üzenetet, és utána viszont meg már nem alszol jól. Mert tudod, hogy úgy sántít. De tudod, hogy ott kéne lenned. Megelőzés, hát nem hozod be ide a fertőzést, a bacillusokat, a nem tudom mit. Na jó, de nem volt annyira komoly, hogy ne jöjjek be. Jani, neked mennyi volt az elmúlt 4 évben, tessék? Hányszor vágtál át minket, hogy hihetetlen beteg vagy? Hát, hogy mennyi volt, azt nem tudom, hogy melyik lesz a csütörtök. Azt már tudom. Egyszer. A csütörtök már kamu lesz, akkor egyedül leszek. Egyszer, de ezt megbeszéltem Balázsa. És akkor csak a Feri lett átvágva. Déleg? Igen. Volt ilyen, erre nem emlékszem. Volt ilyen. Nem mondjuk el a Ferinek, hogy nem vagy annyira beteg, ez király? Nem, de mit mondtál? Meló miatt hazudtunk. Tehát, hogy konkrétan arról szó. Hát nem. Igazából nem neked hazudtunk, csak azt mindenkinek. Mondtuk, hogy hát kellett még egy kis idő, meg kellett még fejezni egy projektet, és hát annak kellett nekiülnöm, és akkor egy kicsit... És akkor fölhívtál egy balitarsd a frontot, mondjuk már azt, hogy beteg vagyok? Igen. Tényleg? Ez cirka egy másfél év volt. És jó fej voltam, mondtam, hogy persze, maradjál? Persze, igen. Azt mondtad, hogy de akkor én is beteget jelentek. De, hát nekem... de hallod, neked nem kell. Igen, de várj, az nem jó, mert akkor a Feri egyedül van, az már nem annyira, egyszer nem annyira volt jó. Ilyen. Egyszer volt ilyen, de akkor is csak igazából nem mondtuk meg az igazságot neked. Egy cinkos módon összekacsintottam vele. Igen. Összekacsintottunk, tényleg? Igen. Vajon mit mondhatom a Ferinek másnap? Fölhívott annyira beteg. Szegény lázban ketreng otthon, és az a csúnya széklet. Hívott, figyelj, ne is csörög rá, Feri. Á, ne csörög rá, annyira rosszul. Nem akar.
akar, nem akar beszélni. Neked bármikor, amikor mondjuk egy kis piágatás jól sikerült, azt mondod, jöhetnék, indulhatnék, de írok valamit. Elvannak. Nyomják, elvannak ő. Nem iszom hétköznap, tehát hogy soha? Nem szoktam. Tényleg? Én egyre az, többet azok. Az meló van, ha valahol vagyok, vagy másnap reggel jönni kell, nem játszunk ezzel. Én egyre többet. Na, mert ez egy másik téma. Na most jó, már minden este végre. Kicsit borozom. Tényleg? Fú, gyerekek, igen. Akarsz róla beszélni? Majd igen, kellene lassan. Gyerekek. Feldolgozni. Szociológiai értelemben már alkoholista vagyok egyébként. Na, de hogy akkor ilyen nem volt? Soha. Én nem, én inkább szabadságot veszek ki, tehát azt mondom, hogy gyerekek, nem jövök be holnap. De hogy úgy, hogy reggel mondjuk fölébredni, és azt mondani, hogy még, hát, nem. Nem volt olyan, hogy azt nem mondom. Volt. Rendes ember vagy. Nem rendes, hülye. Nekem szerintem. Csak ilyen mond. De most egy évben egyszer nem fér bele, de tényleg, hogy fölhívod, és figyelj, nagyon meg nem, az a durva, hogy az embernek ez a reflex. Tehát, hogy azt jelenti, gyerekek, ki vagyok, fáradt vagyok, oldjátok meg. Belemész ilyen hülye, ilyen kicsit pitiáner, ilyen fél baromságokkal telített hazugságokba, tehát azt mondja, gyerekek, megrogytam. Holnap otthon maradok, toljátok már ezt az egy napot. Nem. Jön ez a valaki, nem tudod, kicsit rossz a hasad. Ugye, hogy ez valahogy így védekezel. Lehet, hogy megmondod, hogy holnap nem jössz. Igen, nincs hát igen. Fáradt nem, vagyok. Olyan két értelmeket kell írni, tehát amiből még, ami akár igaz is lehet. Nagyon hosszú volt az éjszaka, egész este feküdtem. Tehát a részeken fetreng. És mindenkinek ugyanolyan hosszú volt az éjszaka, és egyébként mindenki fekvéssel töltötte jó részt. Semmi hangom nincsen, igaz, még meg se szólalt. Arra nagyon kíváncsi lennék egyébként, hogy felnőtt, érett, munkavállaló férfiak és nők hogy hazudnak. Nyilván valahol föl kell hívni a főnököt, nyilván valahol beosztott vagy, és be kell telefonálni a nemhez. Mert gyerekként, mit tudom én, krétát eszel, vagy sós vizet iszol, ugye lehet látni ilyen fórumokon, hogy nem tudom, langyos víz, sós vizet hánysz, ugye a krétát eszel, felmegy a lázad, vagy odarakod a, mit tudom, ez a hőmérőt a lámpához, és akkor lázas vagy. De hogy felnőtt emberek, miket hazudnak vajon? Orvosi rendelőkbe is. Az is jó lenne, ha telefonálna mondjuk egy orvos, aki elmondja, hogy hogy próbálnak papírt szerezni azok, akik mondjuk visszajárnak szimulálni. Hogy ott milyen műsor mehet, nem? De tényleg ott kell vinni, igen. Ugye igazolást. Hogy ami utána be kell vinni, persze. Szabira. Ha itt megnyom a fáj, áó, igen. És ha itt, áó, igen. És itt, áó, igen. Szerinted vannak a rendelőkben ezek jó, a nagy hipohonderek? Igen, de nem nyomtam semmi. És vannak ezek a nagy hipohonderek szerinted? Persze, biztos vagyok benne. De bemegy, és akkor eljátszott a nagy halált. Hogy itt fáj, ott fáj, amott fáj. Úristen, nem tudom kiegyenesíteni a derekamat, mi legyen. És akkor adnak rá neki valami kenőcsöt. Mondjuk rosszabb esetben kap egy jó kis lidokain injekciót, tudod. Na de várjál, hát igen, mondjuk az már nem annyira kellemes. De ez hogy van? Te beteget jelentesz a munkahelyeden. Ha te olyan helyen dolgozol, akkor elvileg kellene orvosi igazolás. Tehát sok helyen nem elég, hogy fölvöd a főnök, hogy figyelj, nem jövök holnap. Mondjuk nekünk ebből a szempontból jó, nem kell orvosi igazolás. De elvileg azt le kell adminisztrálni. Igen, be kell menned az orvoshoz, kapsz egy ilyen beteg papírt. És akkor ott neked végig kell tolnod a szerepedet, és végig kell kamuznod a dokinál is? Ha mondjuk egy hétre ki akarod magad iratni? Tehát valószínű, hogy el kell játszanod a dokinál is, ha csak nincs ismerős. Hogy figyelj, írjál már két hétre, és akkor beír valamit, nem? Vagy csak nincs egy 5000 eset. Szerintem az én is. Annak van nagyon nagy szerencséje szerintem, akinek nem nagyon kell jelentenie. Például, hogyha Áder János megbetegszik, akkor ő kinek telefonál be? Ő betelefonál be? Kinek? De most komolyan. Obamának? Az EU parlament elnöke? Vagy ki, de most kinek? A pápának? Vagy... Ez jó kérdés, nem a tényleg, a legmagasabb közügyi méltóságról beszél. Tehát, hogy így... Akkor kinek? Csak egy SMS, hogy hallgatók mennyire ráéreztek. Józsi bácsi maga az a portás. Igen, nem jövök. Tartsák a frontot. Hát el vagyok. Ne engedjen be senkit. Rettenetes a kapara torka. A kollégám azért nem jött dolgozni, mert a morzsi kutyája már megfázott, másnap kirúgták. Szegény morzsi. Szegény morzsi. Na, itt van egy hallgatók a vonalban, aki dokiként, egy orvosként dolgozik. Kérdés, hogy ő miket hallott már. Hello Tamás, jó reggel. Jó reggelt, hello! Hello, Tamás, szia! A következő van. Helyre kell ezt a kérdést tenni. Gyerekkorban kell nagyon odafigyelni, hogy valahogy lefaragjunk ebből a tendenciából. Teljesen kiszűrni nem lehet. Tehát végül is azt mondom, hogy a betyárból lesz a legjobb pandúr. Én azért a gyerekkoromban és a Ferences gimnázium kollégiumában már úgy többszörösen próbálkozó visszaesőbb igyekeztem lenni. És a legkülönbözőbb trükköket végigpróbáltuk. Aztán ezen okulva, tehát ez egy apróság, hogy a lázbőrőt picit fölpöckölni. Hát az a szokásos, persze. Apróság, hogy bejelentem azt, hogy hasmenésem van, ami elben nehezen lenne ellenőrizhető.
Mi az igazi igen. profi fegyvertár a gyerekkorban? Ami gyerekkorban a nagyobbak, a huncutabbak, azok megcsinálják azt, hogy egy hosszú zuhany után berohannak a rendelőbe kiizzadva, és még hogyha beteszem a lázműrűt, még talán van egy pici hőkiugrása is. Te gyerekorvos vagy egyébként? Igen, gyerekorvos. Akkor te sokszor találkozol szimuláló gyerekkel, ugye? Naponta. Na, mondj egy-kettőt, hogy mi olyan, mint amit a Feri is kezdik, hogy zuhanyzás, hogy mekkora műsorokat nyomnak, vagy mit csinálnak? Tehát mi a nagyobbak beveszek hajtót is, jönnek azzal, hogy megy a hasuk. Aztán valamelyik be se veszi, hanem csak bejelenti, hogy hasmenése van. A kivédésére egyetlen egy trükk van. A gyerekeket úgy kell fogadni a rendelőbe, hogy 48-48 között jöhetnek oda, és ha nem tud átverni, akkor el tud menni iskolába, ha át tud verni, akkor nem megy el, de hát kevésbé tud átverni. Lázmérés nagyobb gyerekeknél 2 darab lázmérővel történik. Ha történetesen hasmenés van, akkor nyugodtan odaadom neki a WC kulcsot, adok kis tartályt, és megmondom neki, hogy ahogy van eredmény, rögtön mindjárt, de mondja, hogy negyed óránként van, mert egy 20 percet, fél órát ott előcsörög, kiderül, hogy vagy széklet egyáltalán, vagy szorulása van, vagy pedig kemény és formál széklete van, és már szaladhat is az iskolába. De te ezt meg is mutattad? Hogy kéred, hogy mutassák meg, vagy hogy hozza be? Hát miből tudom meg? Széklet tartály, ez egy diszkrét, lezárt dolog, senki más, ő látja meg, én látom, de én viszont nagyon látom. Yeah. Ettől függetlenül azért ezt emberbarátként kell csinálni, tehát azért azt hozzáteszem, hogyha idejön hozzám valaki őszintén, és azt mondja, hogy doktor bácsi, ezt a dolgozatot, ha meg tudom úszni, nekem meggyőződésem, hogy az életem múlik rajta, és megbefogom mondani, és akkor utána már fogom tudni, és azt mondja, hogy ő nem lehetne. Persze, hogy ezt fogom neki mondani, hogy egy napot minden további nélkül maradj otthon. De ha megpróbálnak átverni, azt mondjuk nagyon-nagyon nem szívlelem, nagyon-nagyon nem szeretem, de mondom, úgy érzem, hogy viszonylag keveset tudnak ezzel kapcsolatosan, hát, hogy úgy mondjam, megvezetni. Figyelj, és van tapasztalat, vagy más orvos, akit ismersz, hogy a felnőttek miket csinálnak, igaz? Mondtad, hogy gyerekorvos, hogy csak kíváncsi lennék, mert azért, amikor egy 40 éves pali bemegy szimulálni, vagy egy 50 éves teljesen jól öltözött nő egyszer csak eljátsza a nagy halált, hogy legyen egy táppénzes papírja, azért az nagy műsor lehet. Van, igen. Tehát következőképpen működik. Húsvét környéken, amikor a nagy takarítás aktuális, akkor a hölgyek kicsit könnyebben élnek ezzel a lehetőséggel, és könnyebben mondja azt, egy nagyon nehéz ellenőrizni azt, hogy ha megkeres egy felnőtt orvost, egy beteg azzal, hogy előző este 40 fokos láze volt, kirázta a hideg, most beszedte a lázcsillapítóját, egy picit jobban van, de gyengének érzi magát, szeretne otthon maradni. Nekem meggyőződésem, hogy azért 10 orvosból 7 azt mondja, hogy természetesen akkor pihenjen. Ha valaki nem viszi túlzásba ezzel, gyakorlatilag nincs is olyan nagyon nagy probléma, viszont van, aki rendszeresen, tehát olyan, hogy van egy munkahelye, de mellette van még otthon egy kis teherautója, amivel néha tud vállalni egy kis fuvart, és amikor éppen a fuvar van kilátásba, akkor bejelenti, hogy hát ő most halálos beteg és nem fog tudni elmenni. Ugyanezek a trükkök vannak, tehát a hasmenéstől kezdve a szédülésen át. Aztán van úgy, hogy túlulnak a célon, mert bemegy, hogy melkosi fájdalma van, és fél pillanat alatt az intenzív osztály találja magát mentőben. Tehát annyi, hogy azért ez kétélű fegyver, de azért a tapasztalattal rendelkező orvosok, azért én nekem az az érzésem, hogy 99%-os hatásokkal ki tudják szűrni azt, hogy merre, hány a lépés, mekkora a kabát. De gyerekek milyen cukik lehetnek, amikor így nagyon szimulálnak, nem? És meg aranyosak. Nagyon kapja a kis tartályt, hogy akkor mutassa meg, hogy valóban így van-e. 5 éves kor alatt azért nagyon őszinték, azt hozzá kell, hogy tegyem. És a fölötte lévő korosztályban is az ember mindig abból indul ki, hogy azért ki kell zárni mindenféleképpen. Soha nem szabad megalázni. Tehát azért egy picit úgy partnernak kell lenni, hogy ne idegösszeroppanással menjen iskolába, tehát 3 mondattal talán többet is kell neki beszélni. El kell mondani, hogyha megbetegszik, minden tovább nélkül maradhat itthon, de jelenleg különösebb ok nincsen arra, hogy itthon legyen. És mondom még egyszer, az őszinte szóra, nem minden hónapban, de egy évben egyszer, hogyha valaki ezzel idejön, biztos vagyok benne, hogy partner vagyok a huncutságban. Igen, meg hát azért, ha ti is kiadtok ott mindenfélét, ugye mondjuk főleg a felnőtt orvosok, hát azért az nem jó nektek se, nem? Tehát az a házi orvosnak se szerencsés annyira. Persze, tehát mondom, ezt azért normál keretek között nagyon-nagyon gusztusosan, nagyon-nagyon jól lehet csinálni, és mondom, a gyerekeknél, akik elfből ösztönösen azért őszintébbek, és mondom főleg a kicsik, mert könnyebb helyzetünk van. A kamaszokkal az nagyon-nagyon nem egyszerű, tehát ott tényleg hétpróbások vannak, összecsipkedik magát, és azt mondja, hogy ezek kiütések.
És bemegy utána hozzád, hogy mi baja van? És jön, és igen, és hogy valószínű bárányimről van, hát aztán beelmagyarázom neki, hogy azért azt talán nincsen, és meggyőzni arról, hogy ezzel hogy nyugodtan elmehet iskolába, de még írni a tanárnőnek is levelet, hogy ne idegeskedjen a kiütések miatt, mert ezek nem fertőző eredeti kiütések, és érdekes módon azt hiszem 2-3 nap alatt ezek gyönyörű szépen elmúlnak láz nélkül, és semmi probléma nincsen. De mondom, minden hangszeren tudnak zenélni ezek a fiatalok, az embernek rá kell készülni, és emberségesen, és úgy megoldani a problémát, hogy se az ő lelke ne sírjon, de ne szokjon rá arra, hogy a munka könnyebbik végét keresem. Tamás, köszi, hogy elmondtad ezeket. Nagyon szívesen, nagyon szívesen. Ciao, hello. Ez a csipkedés, ez marad. Mekkora műsor, jó. Nem? Meddig marad ez? Hát nem sokáig, egyébként nem sokáig. Bárahimlő doktor úr. De tényleg mi van olyankor, hogyha valaki bemond olyan tüneteket, bemegy az orvoshoz, ami alapján azt mondják, hogy azonnali műtét. Hát azért az most már akkor ne is menjen haza, ne menjen sehova, most rá, gyerünk gyorsan, szóljatok. Figyelj, melkasszorítás, fájdalom, az abszolút ilyen szívpanasz, intenzív. Verítékes homlok, szapor a légzés. Gyere, kiütjük, ne, nincs baj. Azonnal bepakolnak, igen. Gimiben az osztálytársam gerincműtétről hozott röntgenképet igazolásnak, hogy lógjon, állítása szerint 2 hét alatt felépült. Azért ott sincs orvos a családban. Na, keresjük a legnagyobb lógosokat, jó? Kinek van a munkahelyén olyan ember, aki folyamatosan szimulál, állandóan próbál lógni, mindenfélét kitalál és eljátsza a nagy halált. Pontosan 8:30 van, jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:49 lesz pontosan 6 perc múlva, van a túlja honlapunk morningshow.hu, tessék megnézni, oda menni, benevezni a fotópályázatunkra. Zseniális. Ami most jelen pillanatban azt hirdeti, hogy reggeli arcokat várunk, ugye amikor a párod föl kell, anyád, apád, testvéred, bárki. Macskád, kutya. Menj oda, ébreszt föl, fotózd le az első pillanatok reggel, de ez lehet akár saját magadról is. Nagyon egyszerű a fotó feltöltése, 50 000 forint készpénzt nyer majd az első helyezett. De a második? Kiválasztunk. A második és a harmadik is kap majd ajándékot. Tehát az első 3 helyzet mindenki garantáltan örülni fog, boldog lesz, mert kap valamit. És ténylegesen, ha esetleg nem vagytok bátrak ahhoz, hogy feltöltsétek magatokról a fotót, akkor is menjetek föl, mert marha jól fogtok szórakozni. Igen, ha nincs fotóföltöltés, akkor is érdemes megnézni. De van egy csomó más játék is, nem sokára lesz webshop, egy csomó minden, hát. Úgyhogy tényleg érdemes az új honlapot megnézni, a fotópályázatot megkeresni, benevezni, fotózni a családtagokat, még rengeteg minden van, úgyhogy tényleg jó kis honlap lett. Bizony, ha a családtagokat fotózzátok és elkülditek a képet, az csak saját felelősségre, jó? A következményeket ti vállaljátok majd. Így van. Jó? És csacsacsázni is meg lehet tanulni, például, mert most éppen azt csináljuk a szalsza után. Igen, vannak ilyen mindennapi tánclépések, például ha valaki szeretne, minden nap egyet le tudod tölteni a sokadikat, minden nap egyet megtanulsz, ha haladsz, akkor letöltesz egy következőt, és így lehet akár táncot tanulni. Tényleg sok dologban, úgyhogy érdemes megnézni. Morningshow.hu. Na nézzük akkor, hogy ki hogy szimulál. Ugye arról beszélgetünk, hogy egy brit kutatás szerint minden második felnőtt szimulált már, mert hogy nem akar dolgozni, és ha szimuláltál gyerekkorodban, az azt jelenti, hogy felnőttként is fogsz. Rengeteg SMS jön. Ugye arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk olyanok is, akiknek a környezetünkben van olyan, aki állandóan szimulál. Nagyon sok jött. Mindig volt egy papírzsepje a táskámban, piros körömlakkal átítatva, ha gáz volt az órán, vonultam ki orvérzéssel, írja Gábor. Lógni akartam hasfájással, 4 napot voltam kórházba, mert hogy beküldtek. A doki azt mondta, ha belázasodom, kiveszik a vakbelemet is, írja Ati. A haverom lógni akart a suliból, gyomorfájás szillelt, az lett a vége, hogy megtükrözték. Jaj. De azért ahhoz, de ez hogy van, ezt nem értem. Tehát elmész, beutalnak téged, mint a gasztroenterológiára. Oda is elmész. Aha. Hogy a doki azt mondja ott már, hogy akkor most megcsináljuk a tükrözést, maradjon itt. És még mindig hagyod? Még mindig nem mondod azt, hogy jó, majd visszajövök. Hát azért ez nem kötelező érvényű. Ott már ciki megbukni, igen. Nem? De hagyod magad megtükröztetni? Hát ha tudod, hogy nincs semmi bajod, hát azért te mondhatod az orvosnak, hogy doktor úr, most nem. Hát ő nem tudott tartani. Hey, rohamabb se, jól áll állapodó. Hát jó, hát itt semmi baj, nincs. Most erre viszont az a válasz, hogy de ha már itt van, akkor csak megnézzük. A biztonság kedvéért a saját érdekében. De ahhoz nagyon hülyének kell lenni, hogy te kamuzol, és odáig jussál, hogy egyszer csak valami, nem tudom, egy ilyen endoszkopot, hát, hogy valamit húgnak fel a fenekedben, nem? Tehát ahhoz már igazi áldozatnak kell lenni. Jó, akkor dőljön, de miért? Én csak egy igazolásért jöttem be. Hol tükrözték? Alul vagy fölül? Gyomortükrözés volt? Azt nem írja.
gyomorfájás szillel, tehát az lehet egy gyomortükrözés, igen. Hát attól függ, hogy honnan érik el. Hát, hogyha egy kicsit rövidebb volt, akkor lehet, hogy alulról küldték. Nem szórakoztatom, igen. Volt egy osztálytársam, aki piros temperával bekente a kezét, bekötötte fáslival, és azt is bekente temperával, azt mondta, elvágta a kezét majdnem csontig, és írni se tud. Egy hét alatt befort a sebb, tök fura, ugye? Az én munkatársam minden nap kitalál magának valami betegséget, hogy sajnáljuk, volt már szélütése, hasnyálmirigy gyulladása. Persze a dokik nem találnak nála semmit. Üdv, Andi. Rovarcsípés benézett az orvos himlőnek. 4 hét lett belőle. Hívtok, vagy én hívjalak benneteket? Ja, jó. Ahogy gondolod. Radiátoron melegítettem a lázmérőt, ott buktam meg, hogyha 47 fokos lázam lenne, anyám szerint halott lennék. Igen, az kicsit sokra ment. Az picit erős, igen. Én hasfáján szimuláltam, hogy megúszom a matek dolgozatot, kivették a vakbelemet, írja egy hallgató. Volt osztálytársam, nem akart bemenni röplabdaedzésre, mondvá, hogy fáj a csuklója, elment orvoshoz, hogy igazolást kapjon, ráfázott, mert az alkarját begipszelték 3 hétre. Biztos, ami biztos alapon. A doki se volt teljesen százas. Nem? Biztos el van törve, de nem fáj. Elmész, hogy szimulál és begipszelik, azért az is kemény. Nem törött, akkor reped gipszet. Az én uram úgy átéli a szimulálást, hogy már 2-szer kórházba küldték idén. Amitől persze megijed, és sírva könyörök, hogy vigyem ki. Ez helyes. A kollégám egyszer megpróbálta, betelefonált, hogy nem tud jönni, 32,4 a láza. A szaki, nem? 32,4-en van, nagyon lázas vagyok. Nem lázadva kihűlt. Igen. A főnök úr megkérte, hogy józanodjon egyet, aztán majd találkozunk. Az egyik haveromnak mindig van sajtallergiája. Hát akkor ne egyél színe. Laktóz érzékeny, hát ennyi. Igen, az én orvosom rendes volt, 3 hét pihenés kellett, és megoldotta. Köszi fiúk, itthon vagyok, éppen titeket hallgatlak, anyám is titeket hallgat, most elküld suliba, mert szerinte szimulálok. Kösz fiúk. Igen, és itt van a morzsi kutyás SMS, akinek a morzsi kutyája megfázott, pár nap múlva ki is rakták. Na jó. Igen. Ezek jöttek leginkább egyébként. Most jó fej az orvos egyébként, ha azt mondja, hogy jó van, írok 3 napot, hát látom. Vagy énkor... Szerintem igen. Azért az ilyen szinten nem ellenőrzik a házi orvos, hogy az, akit ő most kiír 3 napra, persze megbukik, nyilván nem jó, de ha kicsit jó arc, akkor azért kiír téged. Persze. De hogy bukik meg? Sehogy nem tud. Ugye? Hát tehát, hogy olyan nincs, hogy... A házi... Figyelj, kéne 3... Jó, tessék, fél 3 nap, izé, beteg. Tessék, majd utána hozzád bekopogtat az OEP, hogy Rákóczi úr, akkor jöttünk kivizsgálni magát, hogy betege. Hát itt nem, van egy szakmailag feltételezett orvost is hoztunk magunkkal, és megvizsgálja magát. Igen, jöjjön még egy nagy szaki a végén. A fiam nőgyógyászatról kért igazolást. Írja Judit. Na jó, köszönjük az SMS-eket, megnézzük, ki a mai játékosunk. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Volt egy csajom, addig volt mindig pánikbeteg, amíg jól el nem kapta. Mindent feloldott. Az segített, igen. Igen, a rudamoncsepp mindenet segít. Milyen csepp? Milyen csepp? Krisztián, hello! Szervusz, jó reggel, sziasztok! Hello, Krisztián. Dolgozol, vagy még sulis vagy? Dolgozom már, hát egy 20 éve végeztem az iskolával. Hát az jó régen volt. Szoktál szimulálni? Nem jellemző, de 2-szer szimuláltam utoljára, ha akarjátok elmondom gyorsan. Na, mi történt? Egy hajótársaságnál dolgoztam, közel 10 évet, és már ott akartam adni a céget, de nyilván a pénz is kellett. Így kitaláltam, hogy nem megyek vissza szabadságról, és elmentem a lábammal, hogy focizás közben kiment a bokám. Igen. Ugye ezt nem tudják azonosítani, mert ugye elküldtek röntgenre, miután beugráltam a rendelőbe, ugye, hogy a illeszem meghúzódott, semmit nem mutatott ki a röntgen, és ugye be akarták gipszelni, hogy hát mondom, nincs más megoldás. Ugye tudtam, hogy akarok menni a Balatonra, meg ugye ezt szoktam horgászni. És akkor mondta, hogy de van ez, mit tudom én, valami 68 000 forint, meg kellett venni ezt a felszerelhető bokarögzítőt. Na, azt választottam, és akkor így mindig vissza kellett mennem kontrollra. Mondták, javult? Át, nem, még nem az igazi. Tehát 68 000-be került a szabadság ma. Nem, 6 vagy 8 000 forint. 8 nem 68. 68 000. De az is megérte volna, ugyanis azért elég jól lehet keresni, és teljes összeget fizettek.
nem mondom, nem jellemző rám, de kénytelen voltam, mert egyszerűen... 68 ezerbe került a Jani Skodája, amit összetört. Az, nem, nem, az olcsóbb volt, az 50 volt. 50, 50 volt. Az 50 volt, hát plusz, amit a Honda-n okoztam, még most 3 kiló körül. Az 3 kilós kár, igen. Okay. Na, az a lényeg, hogy 1400 euróért betártam, csak így magunk között. 1400 euróért jött a vége? Hát az igen, igen. Az nem olyan rossz. Szenvedély a szenvedély. Hát, hogy érted. Hát, drága az etetőanyag. Oké, okay, Krisztián, milyenek a kérdések, Jani? Nem tudom, mert éjfél után küldtem át. Éjfél után írtad? Na, mehetünk, Krisztián? Mehetünk. Így szól az első kérdés, eddig át nyakba akasztóért. Hány fokos az egyenes szög? 180. Igen, így is van. Menjünk tovább? Menjünk, még egyet nézünk. Dedikált egérrel átétért, így szól a második kérdés. Melyik évben volt a csernobili atomkatasztrófa? 86 talán. Egészen precíz és pontos vagy. Mi legyen? Nehéz. Hát ez nem tudom, kinek mi a nehéz. Tudod, ez olyan, hogy most nehéz. Nem. Nem. Szerintem igen. Szerintem meg nem. Figyelj, hiszek neked, Balázs. Nekem? Aha. De miért a Feri azt mondja, nem nehéz? Meg tudod csinálni, érzem benne. Szerintem állj meg. Megálltam. Ne legyél már ilyen kis, hát most... Ma aztán döntsetek ki, aki a többen. Nem fogjuk elkezdeni, ez egy felnőtt ember vagy, hát döntsd el, mit akarsz csinálni. Ha mész, megvan minden, vagy buksz mindent. Ha megállsz, akkor megvan fixen, viszont nincs bögre. Mi legyen? Na jó, a feleségemnek legyen egy bögréje. De nem biztos, hogy lesz. Nem biztos, igen, akartam mondani. Így szól a harmadik kérdés dedikált bögréért. Melyik uralkodó nevét viselte korábban a budapesti Szabadsághíd? Nincs bekapcsolva az internetem. Hmm. Ugye, hogy meg kellett volna állni? Jaj. Ugye, ugye? Nehogy rám fog már tényleg. Hát figyelj, hogy... sok vesztenivalód nincs igazából. Mondj egy hidat. Tehát, hogy tök mindegy. Próbáld meg, hát ha beletrafálsz. Nem tudom, hát miért? Az uralkodónak a nevét kell mondani, ja? A hidat. Nem baj, azért mondj egy hidat. Egy régi mondok hidat. Egy hidat, Erzsébet. Hát az van. A Szabadsághíd melyik uralkodó nevét viselte egykor? Ferenc József volt, mert eredetileg Ferenc József hídnak hívták. Az avatáson egyébként maga a császár is ott volt, és egy ezüst fejű szegecset vert be, aminek a fejét később ellopták. Hát ennyire nem voltam jelen a történelemből, úgyhogy... Figyelj, vigasztal, hogy én is értettem a kérdést, pedig meg azt mondtam, hogy mondj egy hidat, közben nem is az volt a kérdés. És nem lehet bumorzni? Vagy nem csináltad meg a szoftvert? De! Szoftvert frissítettük egyébként. Szoftvert frissítettetek? Így van. Én újra felraktam a 86-os verziót. Na, megnézzük, jó? Nagyon jó. Bum az egyet, indulnak az ajándékcsomagok, figyelj, tiki-taki. Igen, szépen indítottad! Egy kis bombászt! Az a füst, gyerek. Hú, nagyobb a füstje, mint a lány. Nálam nem jelez. Nálam se sajna. Nem. Feli, nálad? Nálam igen! Nálad jelez? Egyet beadott? De ez kevés, nem. Nálam is csak egy ilyen fél információ volt. Nem ad most ez rohadt. Már lassan 3 hónapja nem adott semmit. Ja. Nem. Igen. Köszönjük a játékot! Köszöntöm szépen én is! Hello, Krisztián! Ciao, ciao! Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre! Hát a harmadik nem lehet könnyű. Az nem. Verpelét végén a feldebrő felé haladó kamionosokat ellenőrzik. Ezt Józsi küldte nekünk, ebben a pillanatban jött. Valamint a 4-es főút Szolnoki elkerülőjén van egy kis dugó, üzenít tűzoltó. A Tisza hídon a dilettációt javítsák. Hogy? Hát most ha baj van, akkor azt javítsák már ki, nem? Hát javítsák, vagy nem javítsák? Hát ezt ne hallgassa már az ember, azt hogy panaszkodnak mindenféle népek, érted? Javítsák már ki. Gyerekek, javítsák a dilettációt. Hát most össze nem értem, mi a baj. Egy sávon engedik felváltva a forgalmat. Brutál dugó, írja Tomás. Trafi van Budapesten a 19. kerületben, ott is javítanak valamit, és a 86-os út Vasegerszeg belterületén fekete Skoda Fábiából mérik a Szombathely felől érkezőket. Nehéz észrevenni, mert egy kapu bejáróban állnak. Taxis Csabi küldte ezt nekünk, köszönjük szépen. Várunk még friss közlekedési híreket egyébként. Ez a Sandra Bullock milyen jó arc, azt nézem, nem? Hogy így
bekente magát valamilyen Halloween-es jelmezbe, és azzal sétálgat a gyerekével, csak mert valami farsangról jöttek, nem tudom honnan, és az utcán beöltözve járkál a gyerek. És ki van festve, nem szépre. Nem szépre, hanem horrorra. Halálcuki, nem? Tök jó, én szeretem az ilyen szülőket, hogy most te is miért? Tehát nem leszel kevesebb, hogy ott egy napra beöltözöl, nem? Dili, gyere, körül neki. Jó pofa. Én már kinéztem magamnak amúgy egy maszkot, amit otthon is el lehet készíteni. Meg igen, de az csinálni. A sikoly, mi? Ne, nem, turvább annál. Találtam fönt az interneten, hogy megcsinálom magamnak otthon. Szerintem tetszeni fog a gyereknek. Egy ilyen alapfokú ilyen horror maszkról van szó. Aha. Szerintem be fog neki jönni. Már kinéztem, és meg is csinálom majd. És van ilyen, hogy fölveszed és este ijeszgeted? Tehát csináltok még ilyet? Igen, ez bu. Hallod? Bu. Mert hogy én a Benivel 4 évesen még ezt játszom, az oké, de hogy te maszkban ijeszgeted. Ez egyébként elég ijesztő, ez a maszk. Biztos, ami horroros, mi? Az, maximálisan. És találtam róla egy ilyen kis fotóösszeállítást, hogy szépen elemeként hogy kell összepakolni az egészet. Lehet, hogy meg fogom csinálni ide is. Jó. Lássátok. Jó. És aztán értitek, majd jön a buh. Én ezt bírom egyébként tényleg, hogy nem foglalkoznak az, hogy ki mit szól a gyereknek. Jó, ő is felveszi, kimegy az utcára, letolja a fotósokat, és egyszerűen csak élvezi, hogy a gyereknek jó. Nem? Nem, nagyon helyes. Én mondjuk kifejezetten természetes laza, jó fej hollywoodi sztárok közé tartozik, nem az ilyen kicsit megjátszós, modoros. Ez a gravitációt látta már valaki? Nem. Nem? Egyikötök sem még? Senki? Nekem elvették tőle a kedved. Ja, az is igaz. Elvették a kedved? Olyan sok negatív volt, hallgatók is írtak. Laci is mondta. Jó, mondjuk ami a Lacinak nem jön be, az nekünk árba tetszik. Ferjed, negatív kritika, azt tudod milyen? Hát, hogyha negatív kritikákra hallgatnánk, nem lettünk volna tegnap a tévé. Ez is igaz. 6 perc, pontosan 9 óra jönnek a hírek, aztán itt vagyunk is. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani, hello Feri. Hello. Hello, drága Morning Show hallgatók. Itt vagyunk, és jön a 22 fok, mit hallok? Szerdán 22 fok lesz. Hát tegnap 21 volt. Tegnap egész nap be voltam zárva, úgyhogy nem is láttam napfényt, reggel eljöttem, este sötétben hazamentem. Jó idő volt tegnap is? Jó. Tegnap előtt ilyen gyönyörű napsütés, tegnap kicsit reggel boruska, de 21 fok volt délután, ahogy mi jöttünk hazafelé, M1-es autópálya, 21-et mért. A hétvégén még volt egy olyan hírus, hogy szerdán akár 26 fok is lehet. Az, igen, általában úgy van, hogy ha kicsit mondjuk 22-t mondanak, az följebb megy, tehát akkor az egy a 24-25, hát az a szép augusztusi, szeptemberi idő. Mm-hmm. Igen, igen. Jó lesz. Azoknak, akik nem jönnek csütörtök pénteken. Hát Istenem. Hát így alapult. Ugye? Ja. Így. Ez van. Fogadjunk egy 10-esbe, hogy nem mersz otthon maradni. Nyertél. 20-as otthon marad. Csónán a Renault szalonnál a szokásos fehér Seatból a Sopron felől érkezők mosolyogjanak. Drága fotók készülnek. Pisti, Hugi, Rebi küldte nekünk. És már nyoma sincs a balesetnek az M7-esen, amiről az előbb beszéltünk, üzeni Krisztián. Üzenem annak a hűtős kisterautósnak, aki az M1-esen halad Budapest felé, hogy beérett neki a pofon. Minden hétköznap reggel Győr, Sopron, Győr szakaszon 55 km per órával halad, nem kevés embert feltartva. Elhiszem, hogy spórol a gázolaja, de aki haladna rendesen, az nem tud. Üzeni Dávid. M6-os 72-es kilométerénél készülnek fotózni Pécs irányában, és Verpelét végén a Feldebrő felé haladó kamionosokat ellenőrzik. Szép napot, Józsi! Nagyon sokan panaszkodnak vonatkésésre, hát próbáltunk ezzel foglalkozni a múlt héten, ugye felhívtuk a MÁV-start szóvivőjét, mondott egy-két dolgot, elképesztő, hogy tényleg 10-20, akár 30 ezer embert is érint ez a dolog, és órákat késnek a vonatok. Tehát nem 5 percet, nem 10 percet, órákat, hogy ezzel nem lehet mit csinálni. Ez számomra teljesen felfoghatatlan. Tehát ősz van. Újítják a Vác-Budapest vonalot, például vasútvágány újítás van. Bizony. És nehogy a veszélyes levelekkel gyere. Félfél olyan levélátfújások vannak, hogy... Igen. De hogy tényleg Ausztriában csak örökzöldek vannak, ugye? Tehát jó a kérdés. Hogy a fenébe vagy? De tényleg, hogy oldják meg? Hogy oldják meg? Ott hát, is esik, más. Ott is fúj, ott is hullik a levél. Biztos van valamilyen levéltaszító réteg azokon a sineken. Én nem tudom. Tehát olyan fura, hogy náluk ez így nem. Igen? Nem tudom. Lehet, hogy ott máshogy javítsák a dilettációt? Hát, azt én honnan jó Istenből tudhassam. Na. Egy érdekes sziket találtam az Indexem, és akarok róla egy kicsit beszélni, csak összehasonlítás véget, ugye, hogy él egy magyar nyugdíjas, és hogy élnek azok, akik... Kanadából jönnek, Kanada északkeleti tartományából és Floridából érkeznek. Van egy fotós, aki lefotózta az ő életüket, és csinált arról egy ilyen fotós riport sorozatot, hogy hogy élnek Florida egyik legszebb tengerparti városában,
Pompano Beach-en azok a kanadai nyugdíjasok, akik átköltöznek oda, és hogy mit csinálnak. Pompano? Pompano Beach, így van ez a neve, ez Florida egy, tényleg egyik legszebb helye, tengerparti város, ahol ezeknek a kanadai nyugdíjasoknak már külön lakóparkjuk van. Megépítik, oda mennek és pihennek. Azért jönnek el Kanadából, mert hogy Quebecben ilyenkor mínusz 10 fok van, ilyenkor kezdődik a tél, mínusz 40 fok, és nem annyira jó ott lenni. Megértem egyébként ezt a költöző életmódot. Tökéletesen. Igen, és egy kanadai fotós csinált velük egy telet, végigcsinált velük egy telet, és végig fotózta, hogy a gazdag nyugdíjasok hogy élnek, és mit csinálnak ezekben az óceánparti világban. Nyilván nagyokat sóhajt hoznak. Igen. A legtöbb egyébként nem megy be ebbe a villába, ahogy olvasom, hanem lakóautókat bérelnek, vagy saját lakóautójuk van, és azokban laknak ezekben a lakóparkokban. Akkor ugye a mobilitás is megmarad, tehát gyakorlatilag jöhetnek, mehetnek, és azért azt tudjuk, hogy az Egyesült Államokban is, meg úgy általában egész Észak-Amerikában hatalmas hagyományai vannak ennek a fajta. Imádják. És ugye szinte minden város mellett vannak ilyen lakóparkok, olyan lakóparkok, ahol gyakorlatilag ugye víz van, villany van, közmű van, és csak odaállsz a kis lakókocsiddal, rákötöd magad, aztán amikor már meguntod, akkor továbbállsz. De igen, csak megmondanám a lakókocsit, hogy a kettőnk lakása beleférne egybe. Konkrétan, tudod? Igen. Tehát, hogy meg így belsőleg is aranyos. Még az amerikaiak csinálik egyébként a nyugdíjrendszert Kanadától, állami és magánnyugdíjpénztár is van, kötelező nyugdíjkorhatár nincs. Aha. 65 éves kortól jár a nyugdíj, de aki akar, az dolgozhat mellett. Nagyon jó. Magán nincs személyi jövedelemadó, 6%-os az áfa. Floridában nincs személyi jövedelemadó, 6%-os az áfa, a klíma remek, a bűnözési ráta alacsony, tökéletes hely visszavonulni. Fort Lauderdale-ben laknak ezek a kanadai nyugdíjasok. Florida parti központjaként tartják egyébként nyilván, és mennek oda fiatalok is, imádják. Ez a menetrendjük a kanadai nyugdíjasoknak. Reggel 7-kor úsznak egyet, délután 2-kor táncórára mennek, este 6-kor pedig vacsora. Minden áldott nap. Úristen. Hogy élnek, mint nem? Egy katonai kiképzőtábor, én nem bírnám ezt. Minden nap lemossák az autóikat, lenyírják a füvet ebben a kis lakóparkban, és a rozsda első apró jelére újra festik a lakóautóikat. Így az index. Marára. Szenzációs. Olyan az egész, mint egy ilyen quebeci falu. A helyiek franciául beszélnek, megtartották a kultúrájukat, az öltözködésüket és mindent. És ezt így élnek. Döbbenetesek a fotók. Megtarthatják az állampolgárságokat akkor is, ha végleg oda költöznek, nem csak telente, ugye ettől függetlenül kanadaiak maradhatnak, és hát egész egyszerűen imádják. Hol van ehhez képest egy magyar nyugdíjas? Nem? Hát, nyilván most ez kicsit demagógia így összehasonlítani, hogy egy kanadai nyugdíjas meg egy magyar nyugdíjas, de hogy ez az életük. Dolgoztak, megfizetik őket, jó a rendszer, elindulnak. És onnantól kezdve, ha még szerencsések, akkor van egy 20 éved, amit végigutazol, élvezed, ha végig dolgoztad az életedet, akkor tudsz pihenni. Hát, és megérdemeltem. Nem nálunk, ugye, hanem tőlünk kicsit nyugatabbra volt divat egy darabig, most nem tudom, csinálják-e a német nyugdíjasok, hogy ők Spanyolországba mentek télen, de csak a téli időszakra, mert nyáron elviselhető a forróság, jó Németországban, és annyi nyugdíja van, vagy volt, hogy fönn tudta tartani a lakását, tehát ott a rezsit befizette, és bérelt magának egy kis házacskát a spanyol tengerparton, ahol télen is ilyen 20-22-24 fokok vannak. Hát mi baja van? És egyébként megérdemli egy ember szerintem, aki végig dolgozta az életét, nem? Hát hogy nem? Igen. Egy repülőjegyet veszel oda októberbe, vissza áprilisban, és közben tudsz bérelni egy, hogy hívják ott, egy kis házacskát. Na de gondold el, mennyi a nyugdíjat, hogy te egy spanyolországi kis házat tudjál bérelni, nem? Bizony, vagy akár csak egy lakást is. Tehát azért azt az életszínvonalat fenntartani, bérelni, hát azért az nem kevés nyugdíj kell, hogy legyen. Hát nem, de figyeljétek, ezek az emberek, ezek még mindig a múltban élnek, értem? Mi már rég meghaladtuk ezek a dolgokat. Hát Kanadában még vannak magánnyugdíjpénztárak is. Az a múlt. Igen, az már egy lejárt dolog, igen. Egyébként a magyar nyugdíjpénztár, ez egy múlt heti hír, utal nyugdíjat Tájföldre. Hát azt nem tudom, hogy kinek, de hogy van egy csomó tájföldi nyugdíjasunk, van kanadai nyugdíjasunk, ő valószínűleg a nyugdíjából már leköltözött Floridába. Vannak ilyenek. Ők olyan mivel foglalkoztak? Nem tudom, és az elmúlt 50 évben, igen. Te, van magyarországi nyugdíjas, aki tájföldön él. Igen, és oda kapja ki a nyugdíjat.
Ja, de mondjuk ez nem szól arról ez a hír alapvetően, hogy mennyi az a nyugdíj, lehet az egy kis nyugdíj is. Persze, nem. Csak ő kint él már, mert valamiért ő úgy alakult az élete. Menni kellett. Mondja, ha menni kellett, menni kellett. Itt ha mi az, ami luxusnak számít már egy nyugdíjas életében? Csirkefarhát. Nem. Szinte minden, nem? Csirkefarhát azért azt még nem szerintem, de szerintem hát... sokaknak már az is. Figyelj. De a mell az biztos. Az biztos. Már csirkemell. Csirkemell, comb, stb. A csirkefarhát azt szerintem... Igen, télen egy 25 fok a lakásban, igen. Az is luxus. Igen. Ez nagyon szomorú egyébként. Igen, én nagyon sokat utaztam, meg utazom, és mindenhol látom az amerikaiakat, hogy jönnek, vidámak, aranyos kis papa, mama, szorítják egymás kezét, nyakukban rengeteg fényképező, videókamera mennek, és azt mondja az ember, hogy azért így szép megöregedni, olyan. Nem? Hogy a gyerekek felnőttek, kirepültek, és hogy az egészben nem ez a lefelé ívelés van, ami azért sok országban nálunk is, ugye, hogy egyfajta vegetálásra vagy kényszerítve, hogy nincsen családi segítség, ha nincsen anyagi támogatás, hanem az egésznek egy ilyen szép, méltó lezárása, hogy te azért végig dolgoztad az életedet, befizettél egy csomó adót, hát akkor ugye akkor azt megpróbáljuk valamilyen úton neked visszaadni, meghálálni. És azt látod, hogy mosolygos, jól szituált nyugdíjasok jönnek, mennek és utaznak. És azon gondolkozol, hogy te jó Isten, hogy mennyire távol vagyunk ettől, nem? És mások is azok az évek azért, mert most képzeld el a magyar nyugdíjas, hogy a nyugdíjban hát nyilván, megy, és a küzdelem vár rá. Ott itthon a küzdelem vár, a napi megélhetés, ott meg az van, hogy kifizettem mindent. Nem tudom egyébként, hogy egy magyar nyugdíjasnak a tehát a mostani 70-80 éveseknek létszükség lenne például az utazás. Én abban nem vagyok biztos, hogy ők úgy vannak szocializálva, hogy úgy voltak az elmúlt 50 évben, hogy ők mondjuk, akkor irány Amerika, akkor irány ide, menjünk oda. Tehát az a jelenlegi nyugdíjas generáció szerintem azért a nagy többség, nyilván vannak, akik világlátottak, jönnek, mennek, feltalálják magukat külföldön, de hogy nem hiszem, hogy ők mondjuk elsősorban erre költenének, nem lenne meg a komfortérzetük külföldön. Fiatalon sem mentek, 50-es, 60-as, 70-es évek nem nagyon lehetett, nem szoktak ehhez hozzá, aztán már kicsit megöregedtek, nem biztos, hogy nyelvet tanultak, lehet, de hogy nyilván el tudnák költeni azt a pénzt, amit utazásra költetnének. Egyébként szerintem sokkal bátrabbak, mint amit gondolunk róluk, tehát én is ismerek olyan idős házaspárt, akik mondjuk nyelvtudás hiányában is beutazták gyakorlatilag egész Európát. Az nagy bátorság. De szerintem a 60-as, 70-es években még hatalmas kultusza volt például a belföldi turizmusnak. Tehát annak, hogy jöttek, mentek, túráztak, mindent megnéztek, tehát hogy édesanyám is rengeteget jártak mindenfelé, és akkor ők még így az országon kívül is még kimerészkedtek így Szlovákiába, Romániába, stb. De szerintem, tehát hogy mennének ők, hogyha tehetnék. Valahol azért tényleg ez egy szörnyű igazságtalan dolog, hogy mondjuk például ezek a kanadai kisnyugdíjasok, mondjuk kisnyugdíjas nyugdíjasok. Jó, azért ez egy extrém példa. Persze, tehát ezt még az amerikaiak is irigyik, a kanadai akkor, nyugdíjrendszer az világhírű, tehát akkor az döbbenet, hogy mit mondjuk csinálnak. Mondjuk akkor Ausztriát mondjuk, és akkor nem megyünk olyan nagyon messzire. Hogy ott a nyugdíjasok azért dolgoznak, még nyugdíjon felül, meg azért járnak vissza a kis irodájukba, meg munkájukra, mondjuk hetente kétszer-háromszor, hogy így mert úgy bennük van még a bugi, még azért így a saját kedvük miatt is, meg azért ne fűzzenek le olyan gyorsan a történet, nem tudnak elszakadni, meg azért, hogy ugye a napi rutin azért megmaradja nálunk, meg ugye kénytelenek sajnos továbbra is még dolgozni, továbbra is még állásban maradni, azért, hogy meg tudjanak élni. Hát emlékszem, amikor apám megkapta az első nyugdíját. Meg is így nézte, és így, mi nem van? Hittél, mi? Mi van? Jó, hát igen. Mi milyen nyugdíjasok leszünk szerintetek, ha megérjük? Mennyi van még a nyugdíjatok így? Számoltátok, vagy számolgatjátok? 20 év? Rajta. Mennyi most a férfi nyugdíjkorhatár? Mennyire tolták föl? Mennyi 60? Hát, mire mi odaérünk, addigra 79. Igazságtalan dolog egyébként, hogy pont mire odaérnál, pont meghalsz, nem? Tehát így, legalább legyen már 2 év, ha már anya annyi mindent fizettél. A magyarországi várható férfi életkor az alacsonyabban lesz, igen, addigra, mint a nyugdíjas. Gyerekek, ha az átlag életkort nézzük, én középkorú vagyok. Igen. Én a magam 36 évével én középkorúnak számítok. De most elvágtad a hajad. Jó, most egy 10-es. Igen, most visszafiatalodtam egy 10-es. De én egy középkorú férfinak számítok, ha megnézzük a halálozási arányt a férfiaknál. Hogy mik a statisztikák. Igen. Erősen középkorú vagyok. Hát ti meg, ugye, hát jó, az már bizony, tudjuk, hogy B oldal.
Bizony, amikor mehetnél meg, amikor tudsz között, azért nagy a különbség. Tehát, hogy persze időben lehet, hogy elmehetnék 65 évesen nyugdíjba, de egyébként meg nem van. De engem nem kell félteni, hát én bogyokon fogok fent élni valahol a vértesben. Te ilyen nagyon elvonulós, valamilyen ilyen nyugdíjas... Persze. Nem, te nem leszel ilyen nyugdíjas klub, nem. Kis partikra eljáró, de miért lehet, hogy lesznek ilyen nyugdíjasok, akik mennek majd veled falmászni, meg túrázni. Akkor is inkább egyedül? Lehet, hogy egyébként az lesz, mert kivitettem magam, nagyon kis nyominger leszek, hogy vigyázz, tegyetek itt az erdő szélén, hagyjatok, ne foglalkozzatok velem, és akkor majd nézem, hogy elmentem már a kocsi, és akkor hagyjatok meg. Végre! És egy kis kazettában lelakatolva ott lesz a pongyűjtő kártyája. Amihez nem fog hozzányúlni, mert ugye abból van a temetési, hogy hívják. Nem, én olyan lesz, mint az Út a Vadonba című filmben, én el fogom égetni a személyigazolványomat, a lakcímkártyát, azokat a kártyákat is, és nem lesz már nálam semmi gyakorlatilag, csak azok, és az a kis berkülőz kés. De azért az megvan, hogy ezek a kanadai nyugdíjasok mondjuk 64-65 évesen elmennek nyugdíjba. Jó vitalitással rendelkeznek, életerősek, frissek fiatalok, és még van 20 éved, mondjuk, amit úgy finanszíroz az állam, hogy nagyjából oda mész, ahova akarsz. Mert ott el is hiszed, hogy van nyugdíj. Hogy az életed egy harmadát... Nem idékeskedsz. Az élet, tudod, hogy az életed egy harmadát úgy éled, hogy ha azt megéled, és az eljön, és jól karbantartod magad, akkor van még 15-20 éved, amikor azt csinálsz, amit akarsz. Bizony. És megengedheted magadnak, és utazol, és világot látsz, hát azért így más elmenni nyugdíjba. Hogy konkrétan még, ha szerencsés, ugye nem tudhatod előre, hogy ez 5 év lesz, 10 év lesz, 20 év lesz, de hogy tudod, hogy vár még rád igazán pár jó év, ami nyilván a megtakarításaid, nyilván a magánnyugdíjad, nyilván az állami segítség, de hogy nézegettem ezeket a képeket, döbbenet. Tehát ilyen luxus lakóparkokban laknak tényleg. Persze, reggel 7 órakor napi rendszerint elmennek úszni. Hogy azért ez milyen minőség élet? Hát nem véletlen például, hogy ugye a japánoknál is olyan magas az átlag életkor, ez nem csak azért van, mert nagyon sok algát esznek, hanem azért is, mert egy nagyon komoly, tervezhető jövő áll előttük. Tehát amikor valaki kijön a középiskolából, akkor el tudja már gyakorlatilag, meg tudja előre tervezni az egész életét, annak megfelelően, hogy milyen egyetemre veszik fel, vagy milyen egyetemre akar tovább menni. Onnantól kezdve, hogy bekerül egy gyárba, szépen lassan végigjárja a szamár létrát, és tudja, hogy majd amikor nyugdíjba megy, akkor mennyit fog keresni, milyen pozícióban lesz, hogyha minden jól megy, és akkor onnantól kezdve neki nem kell stresszelnie. Gyakorlatilag onnantól, hogy bekerül a gyárba, hogy felveszik, hogy megvan az első munkahelye. És utána nem stresszelsz, akkor nagyon nem megy rá az egészséget. Lehet 85 éves is. Meg hát nyilván ezek megtakarítanak, nem, nyilván van egy csomó befektetésük, jobban keresnek, magasabb az átlag kereset el tudják tenni, tehát hogy itt azért feléred azokat a tartalékokat, amiket te megkerestél. De azért mégis van, nézve ezeket a képeket, egész egyszerűen elképesztő, hogy élnek. Mama 82 éves, most megy Ausztráliába 3 hónapra egyedül. Nagyon jó. Kis kire. Nem rossz. De azt ne felejtsük el, hogy azért 82 évesen elindulni egyedül Ausztráliába, ráadásul vízumot szerezmény, az nagyon menő, nem? Igen. Repülőút. Ott azért rendbe kell lenni. Szellemileg is, fizikailag is azért ott kell lenni a toppon. Sydneyben ott hirtelen megforgatnak egy ilyen nagyobb téren azért ott, vagy levisznek a Bondi Beachre, hogy azért onnan találj haza, ami nem tudom hány kilométer hosszú, ott azért észre kell lenni. Nem? Lehet, hogy cápás merülésre megy meg ilyenek. De fogsz külföldre menni nyugdíjasan, Jani? Amikor már nincs tétje, hogy esetleg nem találsz haza? Hát isben fog élni, most mondta. Csak kérdezem, hogy egyszer nem mész el. Baj, ne hallgatj a vértesben. Nem lesz ilyen, hogy nyugdíjas lesz, és azt mondta, hogy lesz, ami lesz. Irány Svájc, vagy irány Ausztria. Ha majd a vértesből átköltözöm a Börzsönybe, akkor lehet, hogy időnként áttévedek a Felvidékre. De csak fura eltévedés. Igen, viszont visszazavarnak a hiúzokkal együtt. Menj már egyszer el Prágába. Vagy... Ja, de persze, hát ezek lesznek. De ha most nincsenek, akkor miért lesznek? Hát sokkal még rigolyásabb veled vagyok. Még rigolyásabb leszel, még nehezebben tájékozódsz majd a repülőtéren, még nehezebben ülsz fel egy buszra 10 órát utazni, ezt most nem csinálod meg, akkor nem fogsz elmenni 70 évesen. Nagy hosszútak, azoktól tartok inkább. Tehát, hogy így a Kárpát-medence azért az nem, azt hiszem, meg fogom lépni szerintem néhány éven belül, a nagy hosszú utaktól. Meg fogom lépni azért... néhány éven belül, ez nagyon jó. Azért egy kicsit tartani fog. De mi a nagy hosszabb út? Tehát mit tudom, elrepülni mondjuk, nem egy Floridába, de elrepülni mondjuk egy Amsterdamba nyugdíjasként, az hosszú út? Hát, az még nem is annyira. Három óra. Például Franciaországban már egy picit tartok. Igen? Aha. Hát az pedig ott aztán annyi. Miket tudnál nézni, mi? Ott, hát, a Mont Saint-Michel. De időben az nem több. Tessék? Egy Párizs nem több, mint egy Amsterdam. Honnan tudjam?
Mondjuk igazát a kerülő úton megy. Na csak egy-két összehasonlítás. 43 év munka után 48.980 forint a nyugdíjam. Így a Péter a taxis. Most megyek dolgozni, ezzel a floridai nyugdíjas témával kikészítettetek. Ne húzzatok fel. Ne haragudj. Igen. Rengetegen írják, hogy mit csinálnak még egyébként nyugdíj mellett. Annak van egyfajta előnye szerintem, hogy az ember még dolgozik nyugdíj mellett, bár nem, hogy hasznosnak érzed magad dolgozó, hanem a kényszerűség miatt csinálod, nem? Ott a pont. Akkor azért az jó dolog, igen, lehet, fontosnak érzed magad. Csinálod. Így van. Mindig hát Magyarországon nyilván. Meg, nyilván ezt is figyelembe kell venni, tehát a dolgoknak a jó oldalát is kell nézni. Hát például gondoljunk arra, hogy a kanadai nyugdíjasok nem tudják annyiféleképpen elkészíteni a csirkefarhátat, mint a magyarok. Azért egy ilyen lakóparkos partiba is elmennék, nem azért a kanadai nyugdíjasok ott egy ilyen hétfő... A délután 2 órás táncórára? De egy ilyen hétfő ismerkedési, mint régen a szótudülőkbe, tudod, kiválasztottad a menüsorodat, ABC, kontinentális reggeli, majd lementél hétfőre az ismerkedési este. Tehát ott azért ezek nagy partik lehetnek, persze, nem? Persze, gondold el, érted. Ez van egy papa, azért egy páran azért ott még ott megtolják, szingliként megérkeznek. Hát nem, hogy szingliként megérkeznek. Hát miért most, mivel 60 évesen nem lehet csajozni? Dehogy nem. Érted, 2-3 papper összeáll, szépen kibérlenek egy ilyen lakóbusz, leköltöznek ebbe a floridai lakóparkba, mennek szörfőzni, iszonyatosan tolják, nagyon nagy arcok lehetnek. Hello, csajok! Bugyi lefogak ki! Na most, azért vagyok mérges, amikor ilyen sztereotípiákat hozni, hogy 60 évesen, mert még nem teszi ki a fogait, Jani. Én nem 60 évesekről beszéltem. Tehát a 60 évesen az ember még azért... Sokkal idősebbekről is. Él, mozog, sportol, akar élni, utazik, tehát azért nem ide 60 éves. 60 évesek, nehogy megírjak, nem. Kirakom a fogaimat, és aztán letépem a tangánica. Úgy helyre teszlek, úgy boldoggá teszlek, hogy harcon fogsz elmenni egy perc alatt. Tehát ez nem így van. Sokkal idősebb, mint gondoltam, de olyanokra, akikben még van vitalitás. Gyerek, én nem látom magam nyugdíjasan, az a baj. Én szerintem nem fogom megélni. Mert te tudod, milyen leszel te ez a... Na, jöjjenek a sztereotúrkék. Nem ráfésülöm a hajam a kopasz voltomra, hogy nehogy feltűnje valakinek, hogy, már, hogy én is tudok öregedni, hogy az én genetikám sem már a régi. Csak mondanám, hogyha már kopaszodnék, már kopasz lennék. Tehát az 40 éves korodig eldől. Ha te kopaszodsz, már 20 évesen kopasz. Ha most meglátod, már nem kopaszodom, már nem fogom. Ta, ahogy meglátod majd, hogy ráncosodni kezd a nyakad, elkezdesz garbókat hordani. De ugye, ki fog botoxolni, tessék? Ki az, aki majd nem bír bele nyugodni? Ki a leginkább veszélyeztetett, hogy... Én nem megyek el plasztikáztatni. Nem fogok még el, nem miért mennék el? Még nem öregszel, majd 40 fölött, mikor megjelennek a rendes ráncok. És egy ilyen nagyon szétvart, nagyon széthúzott arcú 60-as leszek, szerintetek? Igen? Szerintem igen. Mint a Johnny? Hajbeültetés. Tessék? Hajbeültetés. De minek hajad beültetni? Miért Johnny? A Johnny? Hát szerintem a Johnny van, a Johnny biztos, hogy csinál valamit. Genetika? Genetikailag ilyen? Genetikailag most láttam ebben a Starban, Johnny tök jól néz ki. Nagyon állapodva van. Kis ciciei azért már vannak, de hát hogy az ő korában ez nem meglepő. Azt nem, hát ez... De szerintem valamit egyébként az arcával csinál. Tényleg. És én leszek a magyar Miki Rúrk, hogy szétbotoxolom magam? Ő egy érdekes fazon azért. Tehát, hogy ő ugye ezt totál, teljes mellszélességgel felvállalja, nekem ő nagyon bejön. Tehát, hogy ő az a típus, aki egy percig sem leplezi, hogy szét van botoxolva, szét van varva, meg mindent megcsináltatod magán. Ő egy extravagáns, nagyon laza csávó. Tehát nekem bejön. De nekem jobban tetszenek azok a nők, akik idősebbek, de nem botoxolnak, mint például Nicole Kidman, akinek már egy normális ránca nincsen. Szerintem ez nem annyira félelmetes, ugye, tehát sokkal szexibb egy csaj, ha igazi ráncokat látsz rajta, nem? Mint a szét van. Ugyanez a pasiknál, aha, akik nem botoxolnak, sokkal jobban néznek ki, mint akik ilyen mimikátlan szörnyekké válnak. Ráadásul nagyon sok olyan nagyon csinos, nagyon szép nő van, akinek az idősödés is marha jól áll. Tehát, hogy rengeteg ilyet tudnék mondani, aki így az idővel tényleg, mint a jóbor, egyre szebb és szexibb lesz. Hát Nicole Kidman miért teszi tönkre magát ezzel? Hát, érted? Kifeszíteti az arcán a bőrt. Én úgy látom a nyugerkorotokat, hogy Bali bácsi fogja pelenkázni Jani bácsi. Hát, figyelj, ha mi egy otthonban leszünk, János, akkor én azért azt szerintem... Ti meg vagytok. Ott nem lesz baj. Pocahontas befosta. Jövök. Itt vagyok. Érkezem. Én minden évben a telet desztől februárig ugyanígy Fort Lauderdale Miami vonalon töltöm. Így a legjobb átviselni a telet. A lakás körülbelül $1500 per hó, és minden más sokkal olcsóbb, mint itthon. Nem vagyok nyugdíjas, most töltöm bele a 30-at. Mindenki mosolyog, élvezik az életet.
nem átvészelnek. Hát igen. Igen. $1500 per hó azért az nem mindenki által egy könnyen kigazdálkodható összeg. Hát ugyanakkor meg azért ott van, és akkor tényleg erről is beszéljünk, mert ez is marha érdekes, hogy és mi van a kubai öregekkel? Hát látjátok, iszonyú sokáig, tudod? Ott, de még ott hova akarsz menni Kubából? De hogy értem? Nem, van rum, meg napfény. Hát nem csajok. Kőkemény diktatúrában élnek évtizedek óta, semmi nincsen. Tehát, hogy ott a külföldieknek fenntartott olyan shopokon kívül gyakorlatilag, évtizedeken kezdve most már lehet, hogy változott a helyzet, de nagyon sok egy semmit nem lehetett kapni. Nekik tényleg csak az maradt, hogy volt rum, meg volt, voltak a csajok, meg voltak buki. Hát azért ez, hogy te kiülsz, hogy tangoklubokba jársz, hogy rumozol, hogy ott a tenger, hogy jól van, hát az, nincs télikabát, nincs vagy fűtési számlád, már meg vagy, már beljebb vagy, és ezen kívül az előbb felsoroltak. Szerezek egy üveg rumot, 10 szól a muzsika, van egy szivar. Igen, most én is értem, hogy a világ összes országában pont a kubai nyugdíjasokat sajnál, de miért? Hát nekik sajnálja. Ja, hogy milyen jó hát, lehet? Hát, pont az elekezőt ja, mondom, jó. Hogy nincs semmi, aztán mégis tök jó. Na most a napfény. A napfény hiányzik? Hát akkor kérem szépen cuccoljunk össze, aztán érted, keresünk magunknak egy új, meg induljon be egy új honfoglalás. Szúrjunk ki magunknak egy helyet, egy jó, vagy mit tudom, egy jó napos helyet, például Szíriát. Az most jó, igen. De most komolyan, figyelj, a kubaiaknak gyakorlatilag a napfényen, rumokon, a rumukon, meg a, jó, még ott vannak a szivarok is, de hát az ugye. Meg a nők, meg a zene, meg a nők, meg a zene. Hát na. Szerintem nem rossz. Hát... Itt van Sanyi, akinek a 71 éves faterja most jött haza Brazíliából. Hello, Sanyi! Sziasztok, sziasztok! Hello. 71 évesen most jöttek Brazíliából? Pontosan, ma vagyok majd érte este 6-kor a reptőre, igen. 2 hétre kirúztam. Mit csinál? Csak úgy kinézen? Nem, ő most teljesen kifejezetten azt mondta, hogy úgy érzi, nem sokára meg fog halni, és neki 3 utazási célja volt, ugye Tájföld, Afrika és Brazília. De hogy nem pont Tájföld és Brazília, tehát hogy tényleg, nem tudom, miért nem Firenzébe ment, nem? Ott már volt egyébként egy családra, úgyhogy oda nem akart már menni. És kivel ment? Teljesen egyedül, anyuval összecsomagoltak, anyu ugye otthon maradt, és ő azt mondta, hogy akkor most 2 hétig, akkor most elmegy. Gyerekek, de azért a mama is szenzációs. Tehát tudni elengedni. A papert 2 hétre Brazíliába, hát ott azért, de nem, hogy azért ez nagyon elegáns. Mit mondasz? Vagy azt mondod, hogy nem menj, megyek én is, vagy mit keresel te ott, nem menj te oda, vagy azt mondod, hogy figyelj, együtt éltünk, 71 éves vagy, ez az álmod, egyedül akarsz menni, menj. Nem? Hogy azért de, ebben van elegancia, ez egy nagyon szép dolog szerintem. Hazamegyek, be is dobom, mama. Engedd el a tatát. Ez nagyon elegáns. És mit csinált kint? Üldögélt a tengerparton, vagy nyomta a partikat? Ilyen csoportos kirándulásom volt, tehát ez egy 22 fős csoport, és akkor velük járták így a bizonyos részeket, amiket ott megjelöltek, hogy meg kell nézni. Figyelj, és ő kifejezetten egyedül akart menni? Tehát ez otthon egy díj volt, hogy erre egyedül. Igen. Anyu amúgy is fél a repüléstől, úgyhogy mondta, hogy őt nem akarja hallgatni ott a repülőn. Milyen szerencsés, igen, hogy fél a repüléstől. Úgyhogy, és kivel Tájföldre is? Igen, ott is, ott tavaly vagy tavaly előtt volt, és akkor volt egy afrikai ilyen vadászaton is, meg ilyesmi. Új, megvan mind a 3 kipipálva? Meg, pontosan. Tipikus magyar nyugdíjas, egy brazil karnevál, egy afrikai vadászat és egy kis levezetés Tájföldön. Hát abszolút átlag élet. Ő mit csinál? Ennyire jó a nyugdíja, vagy te segíted őket esetleg? Nem. Mondhatjuk, hogy jó a nyugdíja, igen, mert ő elég sokat dolgozott, de van neki volt egyébként félretett pénze, úgyhogy ja, konkrétan, amit félretett, azt ebben a 3 évben költöttem most így el. Az elmúlt 2 hétben jöttek SMS-ek? Van valami életjel tőle? Vagy eltűnt? Van, ott... én tegnap este, én pont 4:12-kor beszéltem vele, hogy késik a gép, mert 3:43-kor jött volna, de este 6-ra fognak érni, úgyhogy most megyek majd értük este. És mit írt, hogy tetszik neki Brazília? Nagyon tetszett neki, a hangján viszont már ma este éreztem, hogy igencsak elfáradt. Úgyhogy kocsilozott, meg szivarozott, és közben csapkodta a brazil nőkségét. Én voltam Rióban, gyerekek, az egyik legjobb hely, de tényleg gyönyörű, szép, élnek, táncolnak, jók a hely, döbben, gyönyörű, tényleg. Figyelj, anyukát hány éves? Anyu 67. 67. Csak mert mondom, hogy azért apukát kiment 71 évesen, de lehet, hogy közben anyu itthon sokkal nagyobbat partizott, nem? Tehát azért azt se felejtsük el, hogy... nem, mondta egyébként, hogy apu ugye elég idegesítő fajta már, úgyhogy most egy kicsit örült neki, hogy egyedül volt a kutyával konkrétan. Tehát eljön az az idő a kapcsolatban, amikor már örülsz, hogy elmegy. Amikor hát, már küldöd, hogy hova mész? Csak Brazíliába. Miatta. Menj, csak menj 2 hétre. Nincs 4 hetes út. Igen. Nem, csak miatta. És Tájföldön mikor volt?
Tájföldön vagy tavaly előtt volt már, így nem tudom, mert így elég sok helyen járt, úgyhogy... Tényleg pingpongson volt? Ez érdekes volt, mesélt, elment ilyen puszi bárokba, hát ott ugye a tájföld... Nem tudom, hát majd este majd akkor, ha jövünk haza a reptérről, akkor remélem, hogy elmondja. De nem, várj, ez tájföld, mert ott van akkor ezek a puszi bárok, ugye, ahol ilyen pingpongsók vannak, meg erről nem mesélt, vagy nem volt? Nem nagyon, nem érdekes. Mód eléggé röviden mondta, hogy mit látott, de ezekről így nem. Hát nyilván csak a fekvő buthát nézte meg Bangkokban. Igen, igen, tehát biztos, hogy így van. Egy jó pingpong sorra biztos nem ment el. Hát szörnyű fertő az. Nagyon haza akart jönni. Jó, ez a Bangkok, de azért a Józsefváros az igaz. Figyelj, ő fiatal korában is ennyit utazott, vagy most van lehetőség arra? Munkájából adódóan, igen. Ő ugye egy ilyen televíziós gyártócégnél dolgozott, és akkor mindig küldték Moszkvába, Franciaországba, ugye ment ugye nézni, hogy akkor milyen új fejlesztések vannak külföldön, és akkor ugye, hogy szovjet rezsim volt ugye nálunk, akkor na, akkor csináljuk meg itt is, és akkor ugye ez ügyből ugye mindig ő utazott, tehát ő elég sokat volt Olaszországban is, Velencében, Franciaországban, úgyhogy nekem utazós volt az élet, úgyhogy szerintem ezért is maradt benne ez, hogy fú, akkor menjünk, akkor utazzunk még. És mi a következő? Tudod már, hogy hova menj? Ez a három most megvolt, ez egy jó kérdés. És soha nem vitte anyukádat? Tehát mind a háromra egyedül ment? Mind a háromra egyedül ment, igen. Nagy csibész. A szerelem az ilyen. Nagy csibész az öreg, nem? Nagy csibész azért, tudja, hogy kell ezt csinálni. Mióta vannak együtt? Hát figyelj, szerintem ez egy jó 40 éves kapcsolat most már így. Elég sokáig, tehát jártak ugye egybe, és akkor utána volt az esküvő, úgyhogy szerintem egy olyan 40 év körülbelül. Gyerekek, hát 40 év után azért már egy halsóhaja nyugtázott, ha menni akar, nem? Persze. Hogy nem? Egy picit. Hát azért ott már ez belefér. Köszönjük, hogy elmondtad nekünk. Nagyon szívesen. Ciao, hello. Hello, Sanyi, szia. Szenzációs. Én nem irigylem Sanyi nagyapáját. Apámnál biztos nem látta többször Záhonyt. Apád nagy utazó. Záhony szép. Igen. Fél tíz múlt pontosan 8 perccel, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. Azért megtükröznek, mert szimulál, szóval ahhoz azért, mert tényleg nagyon hülyének kell lenni. Nem? Hogy azt eljuss el odáig. Kellett az igazolás. És még ott is hajt, hogyha uram, akkor ha ennyire fáj, visszük tükrözni, jó. Nem? De hogy az nem kellemes, jó, akkor csináljuk, hogy még ott se szólsz, hogy ez azért az... Nem, közben arra gondolt, hogy bomba biztos, alibi! Na, azaz, bárhonnan tükröznek, az biztos, hogy az. Na, jó van, hívjuk a nap hallgatóját. Anna Száguld. Hát, jön. Igen, a Száguld az erős túlzás. Na, azért. Mi van? Száguldottál? Igen, frissen, fiatalosan. Egyre többen írják egyébként, jó film, ez a Sandra Bullock, George Clooney féle dilatáció, én ezt megnézem. Morning Show. Az bizony, jó reggel. Sziasztok. Szép napot. Hello, itt vagyunk. Te írtad az Eastwood-os SMS-t? Igen, én. Igen, ugye korra reggel Clint Eastwood-ról beszéltünk, hát egy jó szójáték, mindig jól jön. Imádjuk. Hogy kérjél? Ezt meg egyébként kettő éve találtam ki valamikor így. Igen. Olyanokat kellett gyártani valóban. Igen? Hogy kérjél Clint Eastwood felesége férjétől az ablakpucolót? Add ide a Clint Eastwood. Úristen. Úristen. Azt hittem, nem olvassátok be, hogy reklám van benne. Hát, ha terméket nem tünteted fel jó színben, csak megemlíted a nemét, ez nem reklám. Így van. Okay. Van ajándékunk? Ajándékcsomagunk, az biztos, hogy van. Gyönyörű, szép Morning Show-s Klassz FM-es ajándékcsomag, a jutalmad. Köszönöm szépen. Hol hallgatsz minket helyileg? Győri vagyok, de jelen pillanatban Veszprémbe. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy bejutottam, és hogy gondoltatok rám akkor. Küldjük neked, jó? Használd. Oké. Okay. Egészséggel. Ciao. További szép napot, sziasztok. Köszi, hello. Csabikám, jó reggelt, szevasz. Jó reggelt, szevasztok. Tényleg ezzel az új frizurával olyan, mint hogyha nem tudom, visszamentünk volna az időben egy 5-10 évet, nem? Akarsz küldeni klippet egy mindenkinek, aki szeretne? Igen. Körülbelül az a haj volt. Igen. Hát muszáj volt, mert a vállalhatatlan az a jó szó, ami volt, úgyhogy muszáj volt. Mi újság? Voltál futni? Voltam ma reggel futni, és egyszerűen olyan sűrű hétvégén volt. Én nem is tudom, hogy régebben mit csináltunk. Ellustálkodtuk, vagy nem tudom, csak pihentünk. Most minden belefért. Szobát festettünk.
kint ebédeltünk, tehát az azt jelenti, hogy nem otthon, hanem elmentünk egy étterembe, moziban voltunk, összeraktam egy új ágyat. Ne provokálj minket, Csabi. Annyi minden történt a hétvégén. Veletek mi volt? A családomat se láttam. Szombat kamera próbált. Ja, és még volt időm tévét is nézni. Na, hát mérgezed magad? Nem titeket, hanem az X-faktort. Te személy! Ez jó folyamat, rohadék. És ma edzettél? Voltam egy kicsit futni, természetesen ki kell használnod. Azt érzem, hogy ez az időjárás, ez kifejezetten miattam van így, hogy én elmehesse futni, hogy ne menjek még vissza a terembe, előbb-utóbb vissza fogok kényszerülni, de amíg lehet, addig a szabad téren edzem magam. Jani, ezt jól teszem, ugye? Erős. Voltál futni? Megkérdez, kérdezz már meg te is, légy szíves. Voltál futni? Minden hallgatót kérek, hogy a dalkérés közben azért ezt kérdezzék meg kérem. Jó, gyerekek, hát ilyenkor én már lefűzök, vagy legalábbis kezdek. Hát most kétszer megkérdezem, hogy voltál futni, az nincs ezzel baj. Csak hogy tényleg nagyon a futás, Csabi, jó? A jövőre nézem meg, csak. Igen, és úszni is voltam a hétvégén. Helyes. És remek zenéid is lesznek ma? Ja, persze, és meg lehet hozok egy vadi új Hooligans dalt mindörökké. Egyszerűen nincs is lassú dal szerintem az új lemezen, legalábbis, hogy végighallgattam, nem emlékszem rá. Ezt a lendületes, kicsit punkos vonalat, ezt most nagyon jól hozzák. Ők is visszafiatalodtak egy kicsit veled együtt. De aztán a nyúlcipőt se felejtsd el felhúzni, Feri. Feri? Csabi. Szedd a nyakadba a lábad. Nyúlcipő. Hát, hogy fuss el azért néha. Vagy már futottál? Engem szivat ezzel, nem téged. De hogy kétszer kérdezted meg, hogy futottál, ne törődj. Nem maradtatok a tegnap estében? Kicsit rajta maradtunk, igen. Csabitól lehet dalt kérni, jön a kívánságműsor, a számot mindenki tudja, 555-55-00, szeretnétek tőlem, akkor ezen a számon tegyétek, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Ciao.